Tisztelt képviselőtestület, köszöntöm a képviselőtestület ülésén megjelent kerületi lakótársakat, képviselőtársaimat, nemzetiségi önkormányzatok elnökeit, helyetteseit, meghívottakat, az ülés valamennyi résztvevőjét. Külön köszöntöm Hiszékeny Dezső urat, a 7. számú országgyűlési választókerület országgyűlési képviselőjét. Képviselőtestület ülését megnyitom. Bejelentem, hogy 22 fős létszámunkból 21-en vagyunk jelen. Harag Tamás jelezte, hogy később fog érkezni. Megállapítom, hogy a képviselőtestület határozatképes. Szót adok napirend előtt Szabó Zsolt képviselőtársunknak, etikai lecka 2,5 percben Zsolti tanárbácsitól címmel kér szót. Öné a szó. Köszönöm a szót, polgármester úr. Tisztelt polgármester úr, képviselőtársaim! Egyik közismert kérdés konzervatív körökben, honnan ismered meg a kommunistát? Onnan, hogy mindig azzal vádol meg, amit ő maga cselekszik. Így vagyunk ezzel az erőszakos, gyűlölködő, jobboldali kifejezéssel is. Néhány konkrétum a közel 20 éves kampánytapasztalataimból. Fideszes standok fizikai támadása, aktivisták kizavarása az épületből, a Fidesz iroda elleni ismétlődő támadások, stb. Ismerve az önök minden tagadó kommunikációját, 2019-ben elkezdtem fotózgatni megrongált plakátjaink néhány kiemelt esetét. 2010, a szocialista frakció női tagjai több alkalommal kritizáltak minket, hogy a fideszesek nem tisztelik a nőket, és vállalhatatlan a stílusunk. Akkor nézzünk meg néhány konkrétumot. Ezek a képek a mi újlipótvárosi entelektuel Csiga alpolgármester úr körzetében készültek, ahol több Tátus Nikolett volt kolléganőmet ábrázoló plakátot is tele óegyéztek és megszaggattak. Az alpolgármester úr erkölcsi nihilizmusát bizonyítja, hogy lehetősége lett volna egyik tulajdonosi bizottsági ülésen elhatárolódni a cselekedetektől, de ő ezt nem tette meg. Ezek után az ő jól neveltségről való kioktatásai és az intelligenciával kapcsolatos megjegyzései teljesen hiteltelenek. Tehát az alpolgármester úr erkölcsileg ciki. Második, de nem maradhat ki a sorból a polgármester úr házi antifasistája Kronsteiner társam, akit felháborító módon civilként sikerült bejuttatni a képviselőtestületbe. Ugyanis fiatalabb képviselőtársaim, ennek a szervezetnek az elődje tele van volt munkásőrökkel, akik a Kádár rendszer vasaklai voltak, és feladatuk volt az ellenzéki emberek elhallgattatása bármilyen eszközzel is. Ők egy másik női jelöltet, Reinegger Enikő plakátjait óegyézték, és szaggatták meg ordinári módon. Tehát szögezzük le, hogy a kulturális máz mögött egy fekete öves kommunista van, aki tiszta szívből gyűlöli a jobboldalú érzelmű embereket. Az ő személye pedig vállalhatatlan. Bízom benne, hogy az idei kampány kultúrát körülmények között fog zajlani. Köszönöm a figyelmet. Következő napi rend előtti hozzászóló Borszéki Gyula, fel, szabadulás címmel kért szót. Öné a szó. 1945-ben, valamikor ezekben a napokban Magyarországon véget értek a harcok. A felszabadulás fogalma mai napig vita tárgyát képezi. Egyénileg sokak számára valóban felszabadulást jelentettek az akkori események, mivel véget ért a háború. Magyarország az egyik diktatúra szorításából a másikéba csúszott. A felszabadulás és a megszállás nézete közötti ellentmondás élesen, különösen akkor vetődik fel, ha az egyik, illetve a másik nézet vallói az ellenoldal számára kötelezőnek gondolják saját álláspontjukat. Ez a kizárólagossági igény semmi másra nem jó, mint a belpolitikai szembenállás élezésére. A ma élő generációk lehetősége, hogy történelmi táblatból letisztultabb képet alkothatnak az akkori történésekből, és levonhatják a tanulságokat. Én a tanulságok közül kettőt említek. Első, a kirekesztő politika zsákutca. A demokrácia a nép beemelése a közéletbe, a kultúrába adhat védelmet a zsarnokság ellen, a nép boldogító téveszméktől, és a hozzáértő dolgozó nép okos gyülekezetében hányni vetni meg száz bajunk. Második. A háborút követő 5. évben NSZK és Franciaország kormányának közreműködésével létrejött az a szén- és acélközösség, amely a mai Európai Unió előzményének tekinthető.
az EU a kontinens népeinek összefogását, közös célját testesíti meg. A Magyarország csatlakozása óta eltelt 20 év eredményei alapján bizonyított, hogy az uniós tagság népünk érdekét szolgálja. Nem köröm alatti tüske, nem a küllék közé vágott bot, és nem a fogaskerekek közé szórt homokszemek szerepére vágyunk. Az emberek többsége azt szeretné, ha jobban és biztonságban élhetne, ha jobb egészségügyünk lenne, ha várható élettartamunk nálunk is annyi lenne, mint a Lajtán túl, ha oktatás színvonala javulna, uniótól kapott forrásokat az innováció fejlesztésére fordítanak. Következő napi rend előtti hozzászóló Karácsony Zoltán kormánypárti lendülettel két szót. Öné a szó. Köszönöm a szót, polgármester úr. Kormánypárti lendület egy élhető kerületért. Önök szerint melyik település fejlesztéséről szól a cikk? Az a település, ahol zöldé, tisztává kell tenni, ahol nem lehet parkolni, ahol kótya vetyélik az önkormányzati tulajdont, ahol minden négyzetmétert engednek beépíteni, lerohasztják a területet, és nem ismerik el a nagyvezér támogató forintjait, támogató szeretetét, a családok, a gyermekek, az idősek irányában, az odafigyelést, a diákok, a betegek, a jövedelemből élők, a szegények életének jobb áttételéért. Állítólag ez a 13. kerület, egyesek szerint. A idézője, fejlesztési javaslatok között kiemelt figyelmet szenteltem az őszinte stratégia hiányának, idézője bezárva. Hát igen, amikor a képviselőtestület 3.-7. ülésén elfogadta a lendületben 2.0-as ciklusprogramról a beszámolót, nem ezek a vélemények hangzottak el. Önök sem a szemüknek, sem a fülüknek nem hisznek. De álljon itt egy pár adat a tényekről. A rendszerváltás előtt volt olyan időszak, amikor 150 ezer fő lakott a 13. kerületben, 54 ezer lakásban. Ma 120 ezer fő lakik a kerületben, 84 ezer lakásban. A 13. kerület befogadó kerület az egyik legkedveltebb városrész az otthont keresők körében. A közszolgáltatások iránti igényt kielégítik az önkormányzati beruházások, legyen szó új rekreációs zöld felületek létrehozásáról, intézményi férőhelyek biztosításáról. A kerület sokszínű lakosságának támogatási rendszerét folyamatosan változó igényekhez igazítjuk. 20 év alatt 830 ezer négyzetméterről 1,3 millió négyzetméterre növekedett az önkormányzati fenntartású zöld felületek, és több mint 12 ezer fa elültetésére is sor került. Eredményeket saját forrásból valósítottuk meg, nem EU-s pénzből, mert ugye bár úgy könnyű. Értem én, hogy kampány van, de vegyük már fel azt a szemüveget, amivel az igazságot is látjuk. Köszönöm. Kérdezem, a napi rendek előterjesztőit van-e törlés-halasztásra igény? Nincs. Akkor javaslatot teszek a meghívóban szereplőknek. Megfelelően a 6A-tól D-ig, 9A-tól C-ig, 17AB napi rendek együttes tárgyalásával. Kérem, döntsön a képviselőtestület. Képviselőtestület 21 egyhangon úgy dönt, hogy első napirendként fogja tárgyalni kerületi közbiztonság helyzetéről beszámolt Puckner Gábor Lányi Zsolt előterjesztésében, másodikként javaslatot kerületi önkormányzat és a BRFK között kötendő adományozási szerződése Puckner Gábor előterjesztésében, harmadikként beszámolott az önkormányzat közbiztonsági bűnmegelőzési koncepció végrehajtásáról Puckner Gábor előterjesztésében, negyedikként beszámolott a kerület tűzvédelmi helyzetéről, a hivatásos tűzoltóparancsnoknak 2023. évi tevékenységéről, Puckner Gábor Hegyes Árpád előterjesztésében, ötödikként tárgyaljuk javaslatot egyesített óvoda igazgatói álláshelyének betöltésére, Holotnyi Stamek Kornélia előterjesztésében, hatodikként A-tól D-ig zárszámadás, vagyonkimutatás, 24. évi költségvetési rendelet módosítást és az ellenőrzési tevékenység tapasztalatairól szóló jelentést Tóth József Bújdosó Sándor előterjesztésében. Hetedikként tárgyaljuk Szent István körút 16 elővásárlási jog gyakorlásáról szóló nyilatkozat ügyét Puckner Gábor előterjesztésében. Nyolcadikként a 2024. év utánpótlás nevelési keret felosztására javaslatot Holopné és Ramek Kornélia előterjesztésében. Kilencedikként tárgyaljuk mérlegbeszámolóját az egészségügyi szolgálatnak, és ennek részeként a felügyelőbizottsági munkáról szóló beszámolót Herzka Péter, Serényi Iván és Szűcs Péter előterjesztésében. Tizedikként tárgyaljuk
javaslatot, a, ne felejtsük majd bekapcsolni, aki mentünk, javaslatot a 13. kerület egészségügyi szolgálat szétválására, Holopné és Ramek Kornélia előterjesztésében, 11-ként javaslatot egy véleményezésre a középesti tankerületi központ átszervezési kezdeményezésével kapcsolatban, Holopné és Ramek Kornélia előterjesztésében 12-ként tárgyaljuk kerületi közszeretfelügyelet beszámolóját a tevékenységéről a 23. évben, Puchner Gábor, Szabó Otto előterjesztésében 13-ként tárgyaljuk a önkormányzat mentálhigiénés drogstratégia végrehajtásáról beszámolt Holopné és Ramek Kornélia előterjesztésében 14-ként tárgyaljuk a Budapesti Közművek Nonprofit FKF köztisztasági divízió a köztisztasági állapot javítása érdekében készített tájékoztatóját Puchner Gábor és Varga Csaba előterjesztésében 15-ként tárgyaljuk tájékoztatót helyi szociális intézményhálózat gyermekvédelmi rendszer 2023. évi működéséről Holopné és Ramek Kornélia előterjesztésében 16-ként tárgyaljuk tájékoztatót a 2023. évi iskola udvar pályázatok fejlesztésének megvalósításáról Holopné és Ramek Kornélia és Puchner Gábor előterjesztésében 17-ként tárgyaljuk a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról és a polgármester átruházott feladat és hatáskörben hozott döntéséről beszámolt Tóth József előterjesztésében, majd zárt ülésen tárgyaljuk javaslat díszpolgári cím és helyi elismerések adományázására Tóth József előterjesztésében. Első napi rendünket tárgyaljuk, beszámolt a kerületi közbiztonság helyzetéről előterjesztő Lányi Zsolt kerületi rendőrkapitányság vezetője, Puchner Gábor alpolgármester, és köszöntöm a napirend tárgyalásánál dr. Marko Attila dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, a rendőrfőkapitány rendészeti helyettesét. Nem először találkozunk testületi ülésen. Kérdezem az előterjesztőket, Lányi urat, Puchner urat, van-e szóbeli kiegészítés? Nincsen. Van, hallgatjuk Puchner Gábor szóbeli kiegészítés. Köszönöm szépen, polgármester, a szót, néhány gondolat. Az első gondolat az mindenféleképpen a köszöneté, és az első mondat. Köszönjük a rendőrkapitányság tavalyi évi munkáját is. A létszámgondok ellenére azt gondoljuk, hogy kiemelkedő munkát végez a kapitányság erőn felül teljesítménnyel. A másik, ami nagyon fontos dolog, hogy jó a kapcsolat az önkormányzat és a kapitányság között. Azt is külön köszönjük, hogy a körzeti megbízottak és az önkormányzati képviselők között jó és élő a kapcsolat. Nagyon sok információs jelzés tud ezen keresztül is áramolni a rendőrség felé. Az intézmények, tehát az önkormányzati intézmények és a kapitányság között is jó a kapcsolat. Gondolok itt a közterületfelügyeletre, a prevenciós központra, a közszolgáltatóra. Azt gondolom, ez mind fontos ahhoz jelzések, hogy eljussanak és hogy közös erővel tudjunk a bűnmegelőzés területén működni. A közlekedés biztonsági intézkedéseket emelném ki, egyrészt az egyre gyakoribb szondáztatást, ami azt gondolom, hogy fontos dolog, a másik pedig a Váci úti gyorsulás, ami folyamatosan küzdünk vele, lakossági jelzések vannak, de ebben is a rendőrség nagyon sokat tesz, hogy javuljon a helyzet. Ami fontos és a lakosságot nagyon érintő kérdéskör, az a hajléktalanság kérdéskör, ami a rendőrséghez van telepítve, ugye most már kb. 6 éve. Ez egy, ahogy mondtam, lakosságot leginkább foglalkoztató kérdés. Hát egyrészt örüljünk, hogy ez egy lakosság számára egy kiemelt közbiztonsági probléma, de az azt jelenti, hogy akkor nincs ennél nagyobb probléma, hiszen azért emlékszünk még azokra az időkre, amikor több száz autót törtek fel, vagy loptak el a 90-es években a Budapesten, nem csak a kerületben, hanem minden másik kerületben is. Ugye a tavalyi évben összesen 7 autólopás volt. Nyilván ez annak a 7 tulajdonosnak nagyon fáj, de azért azt gondolom, hogy tehát 20-30 évvel ezelőtt volt olyan éjszaka, ahol ennél többet, amikor ennél több autót loptak el, hogy tavaly összesen 16 gépjármű feltörés volt egész évben. Ez is egy jelentős csökkenés 27-ről 16-ra, tehát ez mind-mind azért azt gondolom, hogy nagyon fontos olyan kérdés, ami a szubjektív biztonsági érzetet érintő bűncselekmények tekintetében jól állunk és jelentős fejlődésen vagyunk túl. Még egy példa, az unokázós csalások megszűntek, tehát ahogy nem volt ilyen bűncselekmény, ami itt is azt gondolom, hogy a kommunikáció, az együttműködés, a folyamatos jelzések, az idősek klubjaiban is volt előtájékoztató, a kerületi médiában is volt sok tájékoztató, hogy el tudtuk juttatni a potenciális áldozatok felé, hogy ez ebben ne vegyenek részt, és így a bűnmegelőzést hatékonyan tudtuk segíteni. De azért azt is el kell mondani, hogy a
magas infláció, megélhetési válság, a szociális válság miatt az érzékelhető, amit talán előre is jósoltunk, hogy az a fajta megélhetési bűnözés, ami az elmúlt időszakban emelkedett, az ebből fakad, kisebb vagyonellenes bűncselekmények, a bolti lopások, tehát erre fel kell készülni, és ezt is kezelni kell. Köszönöm szépen még egyszer. Igen, kérdés van-e? Kugyele Attila kérdez, megadom a szó. Köszönöm a szót, polgármester úr. A beszámoló szerint a regisztrált bűncselekmények száma és a kiemelten kezelt regisztrált bűncselekmények száma is nőtt a kerületben. Ez egyébként nem kerületi sajátosság, az egész fővárosra jellemző. Ugyanakkor pozitív, hogy az eredményességi mutatók száma is növekedett. Ezt is figyelembe véve az állományi kérdések hogyan alakulnak a rendőrségben, biztosítani tudják-e a megnövekedett feladatok ellenőrzését. Minden esetre én is köszönöm a kerületi kapitányság eredményes tevékenységét. Köszönöm. További kérdés van-e? Igen, Keszthelyi Dorottya kérdez, megadom a szó. Köszönöm szépen, polgármester úr, csak egy kérdésem lenne. A BRFK hasonló adatsorában a kiskorú veszélyeztetésére vonatkozóan 27,8%-os emelkedést tapasztaltak. A kerületi beszámolóban nem találtam erre a bűncselekmény kategóriára számadatot, hogyha esetleg ezzel kapcsolatban tudnának mondani valamit, megköszönném. További kérdés van-e? Nincs, akkor a kérdéseket lezártam, de a két kérdés kapitány úrhoz intéződött, öné a szó, kapitányunk. Köszönöm szépen, igen. A rendőri állomány létszáma nem változott a tavalyi előtti évhez képest, tehát ugyanannyian vagyunk, mint voltunk. Nyilván az erőfeszítéseket fokozni kell, hogyha nő a bűncselekmény szám, vagy az olyan esemény, amire reagálnunk kell, de ezt el tudtuk látni, tehát megfelelő erővel rendelkezünk hozzá. A kiskorú veszélyeztetések kapcsán pedig én úgy emlékszem, hogy van a beszámolóban egy slide róla, de ha nem találom meg, akkor mindenképpen képviselő asszonynak fog küldeni egy pontos adatot. Rendben van. Ki kíván hozzászólni? Megnyitom a vitát. Igen. Szalai Péternek adom meg a szó. Köszönöm a szót, polgármester úr. Egy nagyon korrekt, jól elkészített anyag áll előttünk, ami önmagában tartalmaz és dicséri a kerületi rendőrség, a kapitányság munkáját a múlt évben is, és az ezévi munkáját is. Egy dolog volt, amit érdekességként említenék, felbukkant az anyagban egy olyan mondat, hogy a pincei rekeszfeltörések száma emelkedett, és ez lehet, hogy nem mindenki tudja, én azért elmondanám, ha azoknak egyet érdekel, hogy a pince tulajdonképpen légópince volt, és a 60-as, 70-es években alakítottak ki rekeszeket, legalábbis több olyan ház van, ami számomra ismerős, és ezeknek ugye légópince lévén rendkívül erős, masszív vasajtaja van, ami a légnyomást is kibírja, úgyhogy nagy meglepetéssel olvastam ezt, hogy a pincei rekeszeket is képesek feltörni. Én a kérdések azért vettem fel, mert jó lenne, hogyha a média a lakosságot értesíteni, tudatosítanánk, hogy ilyen esetek is előfordulnak, mint ahogy az unokázó csalók esetében nagyon nagy sikere volt. Szerintem a médiának is köszönhető, hogy olyan mértékben megszűnt az unokázó csalások száma a kerületünkben. Ez nyilván a média tevékenységének is eredménye. Köszönöm szépen. Nagy Péternek adom meg a szó. Köszönöm a szót, polgármester úr. Tisztelt képviselőtestület, én azt gondolom, hogy egy komplex anyag van előttünk, ami jól mutatja a kapitányság munkáját, a kerületért, a lakosságért elvégzett feladatokat. Én kiemelném a bűn és baleset megelőzés részét a dolognak, ezt én nagyon fontosnak és értékesnek tartom. Több visszajelzést is kaptam többek között általános iskolából, hogy ezek a órák vagy előadások nagyon jók, és hát nagyon örvendetes, hogy pedagógus végzettségű kollega van, aki ezt a feladatot el tudja látni. Nyugdíjas lakótársaink jelezték, hogy régebben volt ilyen hasonló szeánsz a nyugdíjas klubokban, esetleg érdemes lenne átgondolni, hogy ott lehet-e egy ilyet, és hát még egy dolog, ugye a polgármester úr már ezt említette, ugye az én területemen van a Dózsán ez a úgynevezett népi szálló. Sok a jelzés valóban a hajléktalan problémával.
Tudom, hogy ez egy nehéz feladat, de hát mégiscsak a hatáskör ez, és a feladat is önöknél van. Tudom, hogy nehéz, én kérem szépen, hogyha lehet, akkor erre egy picivel több energiát fordítsanak. Én azt gondolom, hogy összességében nagyon jó az anyag, komplex, mindent látunk belőle. Én személyesen is köszönöm kapitány úrnak is, körzeti megbízott úrnak is a folyamatos együttműködést, hiszen tartjuk a kapcsolatot, és nagyon szépen köszönöm a kollégáiknak a munkát. Köszönöm szépen. További hozzászólás van, én kérdezem. Csak a hozzászólás gyanánt többi másik három napi rendhez is kapcsolódhat az én mondani valóm, aminek a lényege az, hogy a rendőrségnek is meg kellett küzdeni avval, amivel nekünk is meg kellett küzdeni 2020 márciusától a folyamatos válságkezeléssel. Ugye volt a Covid, más feladatot adott, aztán kijöttünk valamelyest belőle, aztán utána jött az energiaválság, aztán jött az infláció, a megélhetési válság, és ez természetesen a lakosságot is érintette. Én azt tapasztaltam, hogy ez alatt az időszak alatt a lakosság részéről az agresszivitás az növekedett, a tolerancia az csökkent a lakosság részéről. A mentális bizonytalanság az ciklikusan, hol fent, hol kevésbé fent, inkább lent, de azért folyamatosan ez jellemző a kerületi lakosságra is, és érzékelem. A személyes kapcsolatok először jelentősen beszűkültek. Mivel 23-ról van szó, itt látható az, hogy kiszabadultak az emberek, itt lehetett érezni. Ez a számokban is, én legalábbis ennek tulajdonítom be, tükröződik. Együtt van jelen az emberekben az apátia és a nyitottság, tehát a szélsőséges viselkedési mód. Tehát ezzel kell megküzdeni nekünk is, mint kerület gazdának, vezetőknek, illetve a rendőrségnek, a tűzoltóságnak, a közterületfelügyeletnek, a köztisztaságért felelős szervezetnek is, és mindenkinek tulajdonképpen, én ezt látom. Emellett azt hiszem, hogy a nagyon fontos, és azt ki lehet jelenteni, hogy az átlagnál nagyobb fertőzött terület nincs a 13. kerületben. 15-20 évvel ezelőtt tudtam mondani ilyen szegregált területeket, de most ezt tudja kezelni a rendőrség is, és tudja kezelni a közösség is. Én annak tulajdonítom be itt a számokban a eltérést, amit az előzőekben mondottam, valamelyest van, amiben növekvés van, amiben pedig pozitív növekedés van, például a felderítési ügyekben és a dolgokban. Ami kérés lenne továbbra is, hogy a körzeti megbízottak tartsák a kapcsolatot a önkormányzati képviselőkkel. Abban a koordinációban, amit bevezettünk 5 esztendeje, úgy gondolom a rendőrség hatékonyan tud részt venni, és jó információkat kap, és mi is jó információkat kapunk, és az erőket így tudjuk egyesíteni. Én továbbra is tartom azt, és ezt folyamatosan elmondom, hogy az akciózásnak van eredménye. Amikor egy-egy jelenség megjelenik egy területen, ott akciózik a rendőrség, és ez a főkapitányságnak a támogatása szükségeltetik természetesen. A hajléktalanok kérdése ugye két esetben is felvetődött. Ugye 2018 óta ugye más kategória, illetve más minősítés a hajléktalansággal kapcsolatos dolog. Természetesen megjelenik a mi asztalunkon, de hatékonyan a rendőrség tud ebben részt venni, és ebben is csak együttesen tudunk részt venni. Hát állománygyűlésen név szerint is ugye említettem, hogy melyik területen hol vannak ilyen dolgok. És hát jó volna, hogy a gyorsulási versennyel is úgy tudnánk beszámolni, mint a trükkös lopásokkal kapcsolatosan, mert az továbbra is terheli azért a kerületet, és el kell ismerni azt a akciózást, aminek van eredménye, tehát nem olyan mértékben, mint a korábbi időszakban. Én köszönöm személy szerint is a rendőrségnek az elmúlt egy esztendőben és az elmúlt 5 esztendőben végzett bűnmegelőzésben, bűnüldözésben végzett munkájukat is, a állományt is a képviselőtestület egyhangon el szokta ismerni. Hajrá továbbra is. Köszönöm szépen.
kíván-e Puckner alpolgármester és kapitány úr? Kapitány úr, jasszom. Köszönöm, csak egy válasz képviselő asszonynak. 21-ben 13, 22-ben 2 és 23-ban 7-es darab kiskorú veszélyeztetése volt. Ezek mindegyikében meg tudtuk gyakorlatilag az állam bünteti jogi igényét érvényesíteni, meg volt az elkövető és eredménnyel fejeztük be a nyomozást, és akkor megragadnám is az alkalmat, hogy egyrészt köszönöm szépen a visszajelzéseket és a javaslatokat, köszönöm a konstruktív együttműködést, erre számítunk a jövőben is, és azért azt hozzá kell tegyem, hogy a köztelt felügyelet és a két polgáros szervezet nélkül ez az eredmény nem jöhetett volna létre, igen hathatósan együttműködtek és segítettek nekünk, vagy segítettünk egymásnak a közszerte közbiztonsága fenntartásában. Ezután is köszönöm. Köszönöm szépen. Határozathozatalra kerül sor. Egyszerű többséggel kell döntenünk. Kérem, döntsünk. Képviselőtestület 21 egy hangúan elfogadja a 13. kerületi közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót. Köszönöm szépen. Napirendet lezártam. Második napi rendet tárgyaljuk, javaslat a kerületi önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság között kötendő adományozási szerződésre. Itt egy módosítás kezdeményezése volt ez ügyletben. Van-e szóbeli kiegészítés? Nincsen. Van-e kérdés? Kérdezem. Van-e észrevétel? Nincs. Határozathozatalra kerül sor. Először az A határozati javaslatról minősített többséggel kérem döntsünk. Képviselőtestület 21 egyhangúan a 4/2024. január 11-i önkormányzati támogatási szerződés azzal a módosított tartalommal köti meg, hogy 30 millió forint visszanemtérítető támogatásból 23 millió forint fordítható a személyi állomány ösztönzésére, és 7 millió forint fordítandó az adományozási szerződés függelékében meghatározott feladatokra. A B és a C határozati javaslatról egyszerű többséggel kell dönteni, kérem döntsünk. Képviselőtestület 21 egyhangúan úgy dönt, hogy felhatalmazza a polgármestert az adományi szerződés aláírására és az adományozási szerződés függelékének az aláírására. Napirendet lezártam. Tárgyaljuk harmadik napirendünket, beszámoló a kerületi önkormányzat közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepció végrehajtásáról. Puckner alpolgármester úr az előterjesztő. Kértem azt, hogy a kapitány úr maradjon itt ennél a napi rendnél, hát ha felvetődik olyan kérdés, ami őt is érinti, de nem előterjesztő. Hallgatjuk a szóbeli kiegészítést. Köszönöm a szót, polgármester úr. Az önkormányzatnak van szerepe és feladata a közbiztonság területén, ezt tudjuk, és azt gondolom, hogy sokat is teszünk ezen a területen. Az egyik és legfontosabb a kezdeményező és aktív szerepvállalás. Itt elhangzott már az előző napi rendnél is, itt is érdemes elmondani, hogy az a fajta proaktív szerep, amit az önkormányzat végez abban, hogy a különböző társszervekkel, rendvédelmi szervekkel a kapcsolatot felveszi, és egyfajta együttműködő magatartásban, egy proaktív magatartásban ez kialakul, és ez régóta így van. Ez azt gondolom egy fontos dolog, az információ áramlás és az erőknek a egyesítése és összehangolása érdekében. Én itt ragadom meg az alkalmat, hogy megköszönjem az érintett szerveknek a rendőrkapitányságon túl, természetesen a rendőrkapitányságot is beleértve, a köztelt felügyeletnek, az Angyalföldi Polgárőrségnek, a Katasztrófavédelmi Polgárőr Szervezetnek és a közszolgáltatónak és a prevenciós központnak is, akik részt vesznek a minden heti munkacsoport ülésen, és ott nagyon sok információt adunk át egymásnak és különböző jelzéseket, amivel segítjük a bűnmegelőzést és a közbiztonságnak a fejlesztését, fejlődését. A közbiztonság területén azt gondolom, hogy egy fontos cél a bűnmegelőzés, az áldozattá válásnak a megelőzése. Itt ilyen két külön kiemelt csoportot mondanék, a gyermekek és az idősek, akiknek az áldozattá válása talán könnyebb, és ezt kell nekünk megakadályozni.
Ebben kiemelt szerepe van, ugye már az előző napján is elhangzott a tájékoztatásnak, itt az unokázos csalás kapcsán, hogy a helyi médiának a szerepe is, itt is az önkormányzat saját csatornáin keresztül a tájékoztatást fontosnak tartja, és ebben azt gondolom, hogy sokat teszünk. Sokszor rendőrségi jelzés alapján, a rendőrség, a rendőrkapitányság mondja azt, hogy milyen ügyben kellene tájékoztatnunk a lakókat, és akkor ebben aktív szerepet vállalunk. Közlekedésbiztonság is szóba került az előző nap, itt is érdemes elmondani, hogy mi mit teszünk közlekedésbiztonság területén. Például csak, hogy 32 gyalogátkelőt alakítottunk ki ebben a ciklusban, az gondolom is egy fontos dolog, hogy a közvilágítás fejlesztése, ami mindig egy fontos és gyakori lakossági igény a közbiztonság területén, ezt több mint 500 millió forint értékben fejlesztettük és adtuk át a fővárosnak a közvilágítási infrastruktúrát. Vagy például az újlipótvárosi mobilitási tervre, ha gondolok, ott is nagyon sok közlekedésbiztonsági intézkedést végeztünk és tervezünk végezni, és hát nyilván talán az egyik legfontosabb területen a főváros egyik legnagyobb és legkorszerűbb kamera rendszerének a működtetése. 402 darab kamera, amelynek a bővítése és a korszerűsítése az egy folyamatos feladat és célkitűzés a számunkra, és nyilván lesz még róla szó, az egyik legnagyobb létszámú közterület felügyeletnek a működtetése, ez is egy kötelező feladat, ez is egy olyan önként vállalt feladat, amiben próbálunk előre menni. Fontos dolognak tartjuk az előző napi rendőrnél is, hogy a rendvédelmi szerveknek az anyagi támogatását, itt gondolok a rendőrségnek, a tűzoltóságnak adott támogatása, vagy a közbiztonsági pályázatunkra, ami szintén ezen a területen ezeket a célokat szolgálja. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezek csak felsorolva néhány, amit kiemeltem, azt gondolom, hogy sokat teszünk, és a jövőben is sokat kívánunk tenni a közbiztonság bűn megelőzés területén. Köszönöm szépen. Kérdés van-e? Nincs észrevétel, ki kíván hozzászólni? Magos Péternek adom meg a szó. Köszönöm a szót, polgármester úr. Igen, annyi mindent elmondtak már az előttem szólók, hogy ebben a témában is mindig az, és ezzel mindegyet értek. Csak egy személyes aspektust hadd emeljek ki, ugye a 90-es évek környékén voltam én is még talán fiatal, és emlékszem, hogy bárkit megkérdeztem, a közbiztonság kérdése mindig szóba került. Ha bármilyen problématérképet készítettünk, biztos volt, hogy vagy vezet, vagy második a köztisztaság után a közbiztonság. És én azt gondolom, hogy az is mutatja a jó irányt és a haladást azokon a statisztikákon kívül, ami benne van az anyagban, hogy megváltozott az állampolgároknak az érzete, a gondolkodása erről a témáról. Tehát valóban a 13. kerületben már nem érzik ezt olyan problémának, mert biztonságosabbnak érzik, és biztonságosnak érzik a 13. kerületet. És amiről most így beszélgettünk a társszervekkel együtt, ez több száz embernek a közös munkája, ezért a célért és ezért a területért. Úgyhogy én az összesnek, aki részt vesz ebbe, hadd köszönjem meg, és csak így tovább, ez nagyon jó ez az út, és elfogadásra ajánlom az anyagot. Köszönöm szépen! További hozzászólás van. Igen, Szalai Péternek adom meg a szó. Köszönöm a szót, polgármester úr. Én az anyagban lévő szabály sértések tettenéréséről szeretnék néhány mondatot mondani. Ugye nagyon jól kifejlesztett kamerarendszer a kulcsa annak, hogy ezek jó részben felderítésre kerülnek, és a kamerarendszer további fejlesztése a további sikernek a titka egyben. És a közvilágítás a másik, ami szerintem nagyon fontos. A rosszul világított utcákon, vagy a gyengébb a világítás, akkor a bűnesetek is gyakrabban fordulnak elő. Tehát én úgy érzem, hogy érdemes lenne megfontolni, hogy nagyobb fényerejű lámpákat bizonyos olyan utcákban cserélni, ahol a közvilágítást nem találjuk teljesen jónak vagy megfelelőnek. Végül felbukkan az anyagban a családon belüli erőszak. Erről is szeretnék néhány mondatot szólni. Ugye azok a hölgyek, akik elszenvedik ezeket a problémákat, azok rendszerint nagyon késő, nagyon soká, hosszú vívódás után fordulnak a nyilvánossághoz, és itt óriási feladat hárul a szociális munkásainkra, az önkormányzatnak azon dolgozója, akik belátnak a családok életébe, hogy ezek a cselekmények hamarabb felderítésre kerülnek. Az elkövetők pedig általában, ez egy külön pszichiátriai szempontból egy külön csoport, akikre teljesen egyforma gondolkodás jellemző, akár az Egyesült Államokban ilyenek, vagy nálunk bárhol. Ez egy csoport, amelyik ugyanazokat a cselekményeket hajtja végre. Köszönöm szépen a figyelmet. További hozzászólás van-e? Nincs, a vitát lezártam. Kíván-e reflektálni a polgármester úr, megadom a szót.
Köszönöm, csak egy gondolat Szalai képviselőtársam hozzászólása. Közvilágítás, ugye az alapvetően fővárosi feladat, ez a BDK üzemelteti, tehát üzemeltetési kérdésben ők felelősek. Amit mi tettünk, és azt el is mondtam, hogy folyamatosan fejlesztjük a közvilágítási területeket, tehát új közvilágítási rendszereket építünk parkokba, játszóterekbe, minden felújításnál, vagy gyalogátkelő helyeknél, ezeket mi fejlesztjük, és utána átadjuk, utána az üzemeltetés már a BDK-jé. Köszönöm. Határozathozatalra kerül sor, egyszerű többséggel kell döntenünk, kérem döntsünk. Képviselőtestület 21 egyhangúan úgy dönt, elfogadja a kerületi önkormányzat közbiztonság és bűnmegelőzési koncepció végrehajtásáról szóló beszámolót. Napirendet lezártam, köszönöm szépen, további alkotó együttműködést kívánok. Viszlátásra. Tárgyaljuk negyedik napi rendünket, beszámoló a kerületi tűzvédelem helyzetéről, hivatásos tűzoltó parancsnokság 2023. évi tevékenységéről. Előterjesztő Pukner alpolgármester úr és Hegyesi Árpád, kerületi hivatásos tűzoltó parancsnokság parancsnoka. Köszöntöm a képviselőtestületi ülésen Lacikó Károly tűzoltó ezredes urat, az Észak-Pesti Katasztrófa Védelmi Kirendeltség vezetőjét. Először vesz részt így a testületi ülésen, megbizatása nem olyan régen történt, Szeba úr, után Szeba úr is részt szokott venni a testületi ülésen, alkotó együttműködést kívánok. Kérdezem a előterjesztőket, hogy van-e szóbeli kiegészítés? Nincsen. Pukner alpolgármester úr, a szó. Köszönöm szépen, csak egy mondat, itt is szeretném megköszönni a tűzoltóságnak a munkáját. Itt is azt gondolom, hogy jó a ember és szakmai kapcsolat, és mi is erre törekszünk a jövőben is. Köszönöm szépen. Kérdés van-e? Nincs. Észrevétel van-e? Hozzászólás? Igen. Szalai Péternek adom meg a szó. Köszönöm a szót, polgármester úr. Elsősorban arról szeretnék beszélni, amit már a tavalyi hasonló összejövetelünkön és testületi ülésünk is elmondtam, hogy a tűzoltóságra akkor van szükség, ha nagyon nagy a baj, ha baj van. És sajnos a klímaváltozás előidézi, hogy két vonatkozásban is ezek a bajok fokozott mértékben fordulhatnak elő a jövőben, akár ebben az esztendőben is. Az egyik eset a tűz, miután a hőmérséklet időnként nyári napokon extrém magasságba emelkedik, a másik pedig az extrém fokú csapadék, ami időnként teljesen meglepetésszerűen óriási adagokban lehullhat akárhol, akár az országban, akár Budapesten is. Tehát igazából a tűzoltóságnak készen kell állni arra, hogy ezeket a feladatokat ellássa, és itt az anyagból kitűnik, hogy mindent megtesznek azért, hogy sikeresen álljanak ezeknek a problémáknak elébe. Egyben szeretném megköszönni áldozatos munkájukat és hasonló szerencsés munkát kívánok erre az esztendőre is. Köszönöm szépen. További hozzászólás. Magos Péternek adom meg a szó. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Ahogy elhangzott, én inkább azt mondanám, hogy tehát a tűzoltóság nem csak abból áll, hogy tüzet olt, amikor baj van, hanem végez egyfajta preventív tevékenységet is, ugye ezt úgy hívják, hogy hatósági munka. Jönnek ki, gyakran ellenőrzik a társasházakat, ugye meg kell ezeket a megfelelőségeket a villámvédelemtől kezdve mindent számon kérnek, és ez is egy nagyon-nagyon fontos munka, tehát ez pont azt szolgálja, hogy a probléma ne is keletkezzen. Úgyhogy én az nem csak a vonulós, hanem a ilyetén dolgozó kollégáknak is megköszönném szépen a munkát. Köszönöm. További hozzászólás van-e? Hozzászólás gyanánt annyit mondanék, hogy köszönöm személy szerint is a munkát. A szám adatokon látszik az az ív, amelyet az első napi rend keretében elmondtam. Tehát ugye másak a számok 2023-22-ben, akár a tűzesetek tekintetében, akár a téves jelzés, vagy a műszaki mentés esetében is, és a grafikonon is látszik ez. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy az alkalmazkodó képességből a tűzoltóság is jól vizsgázott az elmúlt időszakban. Köszönjük szépen a munkájukat. Vitát lezártam. Kíván-e reflektálni, parancsnok úr? Nem. Akkor határozathozatalra kerül sor. Egyszerű többséggel kell döntenünk, kérem döntsünk. A képviselőtestület 21 igen, egyhangúan úgy dönt, hogy a 13. kerületi
hivatásos tűzoltóparancsnoknál, parancsnokának, 13. kerület tűzvédelmi helyzetéről, 13. kerületi hivatásos tűzoltóparancsnak 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. Köszönöm szépen, további alkotó együttműködést kívánok. Napi rendet lezártam. Tárgyaljuk 5. napi rendünket, javaslat a kerületi önkormányzat egyesített óvoda igazgatói álláshelyének betöltésére előterjesztő alpolgármester asszony. Van szóbeli kiegészítés, hallgatjuk. Köszönöm a szót, polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, Erdély Nóra, az egyesített óvoda igazgatója. Megbízása 2024. augusztus 15-ével lejár. Az igazgató asszony a második ciklusát kezdheti meg 2024. augusztus 13-ával. Az állást pályázattal, illetve pályázat nélkül is el lehet nyerni. Három feltételnek kell eleget tenni akkor, hogyha pályázat nélkül bízzuk meg Erdély Nórát igazgatónak. Az első az, hogy Erdély Nóra akar-e igazgató lenni. Az igazgatónő kinyilvánította, igen, szeretne igazgatói pályázaton részt venni, vagy esetleg megbízást elfogadni, hogyha pályázat nélkül bízzuk őt meg. A fenntartó elégedette az ő munkájával. Többször volt itt előttünk az egyesület óvoda munkája, és a fenntartó tehát elégedett az ő munkájával. És a harmadik az, ha a pedagógus közösség támogatja az ő személyét. A szavazás lezajlott, a pedagógusok többsége, tehát 98%-ban támogatja az ő személyét, és érdekességképpen mi az alkalmazotti közösséget is meghallgattuk, 99,5%-ban támogatja az alkalmazotti közösség, tehát összességében majdnem 99%-kal támogatják az ő személyét. Tehát azt hiszem minden feltétel adott, hogy a képviselőtestület támogassa azt, hogy 2024. augusztus 16-ával az egyesített óvoda vezetője, igazgatója Erdély Nóra legyen. Kérem szépen az előterjesztés támogatását. Köszönöm szépen. Kérdés van-e? Nincs. Észrevétel van-e? Nincs. Határozathozatalra kerül sor. A határozati javaslatról minősített többséggel kérem döntsünk. Képviselőtestület 21 egyhangúan úgy dönt, hogy Erdély Nórát 13. kerület önkormányzat egyesített óvoda vezetőjének megbízza határozott időre 2024. augusztus 16-tól 2029. augusztus 15-ig az intézményben fennálló határozatlan idejű szakvizsgázott pedagógusi munkakörének változatlan meghagyásával. Alapilletményét pedagógusok életpályájáról szóló és a nemzeti köznevelési szóló törvény alapján igazgatói megbízási díját a gyakornoki illetmény alap 87%-ában alapítja meg. Nóra, köszönjük az eddigi munkáját és gratulálunk hozzá, és további alkotó együttműködést kívánunk. A B határozati javaslatról egyszerű többséggel kérem döntsünk. Képviselőtestület 21 egyhangon úgy dönt, felkéri a polgármestert megbízási okarat elkészítetésére. Napirendet lezártam. Tárgyaljuk 6. napirendünket. Zárszámadás, vagyonkimutatás, a költségvetési rendelet 24. évi módosítása és a ellenőrzési éves jelentés. Szóbeli kiegészítésként néhány gondolatot. Továbbra is a 2023. évben stabilan, kiegyensúlyozottan tudtunk gazdálkodni, mint a önként vállalt, mint a kötelező feladatokat végre tudtuk hajtani. Működés színvonalából, hála Istennek, nem kellett visszavennünk. A fejlesztési aránya költségvetésen belül 26,2%-ot képvisel. A likviditás folyamatosan biztosított volt, annak ellenére, hogy a TÖOSZ-nak a számítása alapján két év alatt az önkormányzati infláció az 60%-os volt. Az inflatórikus hatásokat is tudtuk a magunk részéről kezelni. Az elmúlt év volt az, amikor energiaár támogatást kaptunk, és ez jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a bevételek és a kiadások, a központi támogatások
tekintetében 200 millió forint pluszt jelentettek. A személyi kiadások tekintetében plusz juttatásokat tudtunk a munkatársaknak biztosítani, mintegy 4,5 milliárd forintos nagyságrendben. Megjegyzem azt, hogy az intézmények finanszírozása tekintetében egyik feladat sem éri el a 40%-os támogatási arányt. A fejlesztések tekintetében kiemelem, hogy folytatódik és nem fejeződött még be a Petneházi utcai 68 lakásos építés, a használatba vételi engedélyt várjuk, illetve őszre remélhetőleg tanévnyitót tudjuk tartani a Gyöngyösi Sétányos iskolában. Megvalósult és az elszámolása 2023-ban történt a háziorvosi rendelő, a Göncör utcai háziorvosi rendelő felújításának. Emlékezzünk, hogy az intézmények energetikai programjára tudtunk forrásokat biztosítani az első ütemre, és napirend lesz ma még itt a iskola udvarok fejlesztésére több mint 200 millió forintos nagyságrendet. A egyéb feladatok közül kiemelem a parkok, játszóterek és a zöld felület köztisztasággal kapcsolatos feladatokat, amelyre 4,7 milliárdot fordítottunk az előző évnél, már mint a 22-nél 8,4%-kal többet, az úthálózatra 9%-kal többet tudtunk fordítani, és a informatikai fejlesztésekre is mintegy 200 millió forintot. Végezetül annyit, hogy a ingatlan vagyonunk az mintegy 4 milliárd forinttal növekedett, és az összvagyonunk pedig elérte a 143,8 milliárd forintos nagyságrendet, 12,3 milliárd forinttal gyarapodott a ingatlan vagyonunk. Mindenki vagyonosodni szeretne természetesen, így a kerületi önkormányzat is. Ez egy jó szám ilyen értelemben. Jelzem azt, hogy a érdekegyeztető tanács az előterjesztés megtárgyalta és támogatta. Ennyi szóbeli kiegészítés. Kérdezem jegyző urat, hogy van-e szóbeli kiegészítés? Köszönöm szépen, nincs. Nincsen. Kérdés van-e? Nincs. Észrevétel. Ki kíván hozzászólni? Gergely Sándornak adom meg a szót. Köszönöm a szót, polgármester úr, és hát akkor itt ABC pontokat összefoglalva, akkor próbálom besűríteni a három percben. A beküldött írásos anyaggal kapcsolatban, ami a zárszámadást illeti, néhány gondolatot szeretnék mondani még. Több bevétel esetében érthetetlenül alacsony a módosított előirányzat összege, jelentősen magasabb teljesítés mellett, például a finanszírozási bevételnél, a működési célú pénzeszköz, átvett pénzeszköznél, a közhatalmú bevételnél, közművelődési feladatoknál, ez utóbbinál már a tervezéskor is jeleztük, javasoltuk megemelni az előirányzatot. A kamatbevételek esetében szövegesen kiemelve jól teljesültek, de számszerű adatot nem tartoz az előterjesztés, itt az ötödik oldalról van szó. 12-14. Oldalon a kerület fejlesztési, rendezési tervekről szóró információk találhatók, ahol a teljesítés 35,6%, az előterjesztés nem tartalmazza, hogy melyik tervek teljesítésére nem került sor, ezek a következő években be vannak-e tervezve. Néhány gondolat még, amit sajnálattal kell megállapítanunk, a hasonlóan az elmúlt évek zárszámadásához. Itt sem lehet beszélni az ellenzék akár egy áthúzódó javaslatáról, illetve annak megvalósításáról. Ilyenek lehettek volna a parkolási gondokat enyhítő objektum létrehozása, ezzel párhuzamosan zöld területek növelése, vagy szakrendelő energia normalizálása, racionalizálása soron kívül. Ezek is bizonyítják, hogy élni kívántunk konstruktív ellenzéki szerepkörünkkel. A ciklus elején volt javaslatunk a tartalék tervezését tekintetében, amit akkor még
a polgármester úr elutasított, majd nem túl elegáns módon taktikát váltva már a saját maguk számára vindikálták. Mindezek tényszerűen bizonyítják a folyamatos tagadást az ellenzék irányába, hát ez is egyfajta költségvetés. Szeretném, és zárszámadás. A vagyonkimutatással kapcsolatban köszönjük szépen, a táblázatban megjelent a bizottsági ülésen kért bázisindex százalék kimutatása. Elemzés viszont továbbra is teljes egészében hiányzik, pedig vannak kiugró változások, például a parkok értéke tekintetében, ami 32,5%-kal nőtt. Ebben nyilvánvalóan jelentős szerepe van a turzópark vételi és felújítási értékének. Az is megállapítható, hogy a forgalomképes üzleti vagyonértéke csökkent. A vagyonértékesítésben szűkül az önkormányzat mozgástere. Az összes ingatlan vagyon növekedés 3,5%, amelyből a parkok kitesznek 2,5%, tehát minden más ezévi ingatlan vagyonnövekedés nem éri el az 1%-ot, erre a vagyongazdálkodást érintő dicsérő jelzeket nem lehet igazán mondani. A mérleg szerinti vagyon főösszege alapján 12.312.221.000 forinttal növekedett, amely 9,35%-ot tesz ki, de ezek az adatok nem kerültek be a vagyonkimutatás előterjesztésbe, annak ellenére, hogy az önkormányzati gazdálkodás pozitív összegezését mutatták. Kifejezett hiányosság, hogy a vonatkozó jogszabály előírásainak megfelelően a vagyonelemek adatai az előterjesztésben csak töredékesen kerülnek bemutatásra, hiszen nem tér ki az ingatlan vagyonon túl további vagyonelemekre, további befektetett eszközökre, forgóeszközre és pénzeszközökre. Ezért elmondható, hogy az előterjesztés nem igazán segíti a képviselők döntéshozó tevékenységét. Rátérve a 24. évi költségvetés módosítására, itt bemutatásra kerül a központi támogatás változásaként az önkormányzati rendeletben jóváhagyott előzetes számításokhoz képest a kincstári támogatás kiközlése 1.551.128.000 forinttal magasabb forrás biztosít az önkormányzat számára. A kincstári kiközlés alapján szolidaritási hozzájárulás összege kevesebb lett az önkormányzat által számítottnál, így ez is tartalék növelő tétel. Polgármester úr átruházott hatáskörben hozott döntéseinek költségvetési rendeleten történő átvezetése között a parkok, a játszóterek, zöld felületek, a köztisztaság, kerületüzemeltetés és az úthálózat címeken fejlesztési tartalékén megtervezett előirányzatok kerülnek szétosztásra, vélhetően a rendelet elfogadása óta ismertté vált döntések új információk alapján. Számos tételhez semmilyen tájékoztatás nincsen. Érdekes és rendhagyó megoldás, hogy a maradvánnyal kapcsolatban, a zárszámadásban szereplő maradvány jóváhagyásával egy időben ebben a költségvetési rendeletben megtörténik már a maradvány felhasználás rendezése is. Nagyon fontos, hogy a zárszámadásnak az előterjesztések sorrendjében meg kell előznie a költségvetési rendelet módosítását, ami ugye a bizottsági ülésen nem igazán így volt előterjesztve. Viszont még akkor sem tesz eleget annak a feltételnek, hogy hatályos rendelet módosításra kerüljön sor a következő rendelet módosítással, mert probléma, hogy a zárszámadási rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, ezzel szemben már az elfogadás napján beépül újabb költségvetési rendelet módosításába. Itt jogi problémát látunk. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló Karácsony Zoltán.
Köszönöm a szót, polgármester úr. Úgy látom, ez a szemüveg nem került elő, amiről a napi rendelőtti hozzászólásomban beszéltem. Csak a zöld felületet említem, mint ellenzéki javaslat, hogy nem fogadtuk be. Ismételten lassan mondom, mindenki megértse. 830 ezer négyzetméterről 1,3 millió négyzetméterre nőtt a lakosság által, az önkormányzata által fenntartása zöld felületek aránya. Lépjünk túl rajta. Zárszámadással kapcsolatban, ha megnézzük a bevételek és kiadások teljesítését, akkor a bevételek 52 milliárd 127 millió forintban, a kiadások pedig majdnem 47,5 milliárd forintra teljesültek. Ez 4,6 milliárd forintos egyenleg. Sokan örülnének ekkora számnak, gondolom, a más önkormányzatok tekintetében. Bevételeknél látszik, hogy a központi támogatás egy csekély részét képez az önkormányzat bevételének. A 2023-as évben látjuk, hogy ez a 8 milliárd forintos központi támogatás mindösszesen 15,4%-át fedezte a bevételeknek. A számokat nézve például a közterületekhez kapcsolódó kiadásoknál majdnem 9 milliárd forintot fordított az önkormányzat erre a területre. Ezen belül parkok, játszóterek, zöld felületekre 4,2 milliárd forintot, köztisztaság, kerület üzemeltetésre majdnem 0,5 milliárd forintot, úthálózat 1,8 milliárd forintot, lakás- és vagyongazdálkodási feladatoknál majdnem 11 milliárd forintos a teljesítés. A szociális feladatok azok, ahol közel 100%-os a teljesítés, és magasabb, mint az előző években. Tehát itt is visszaköszön az, amit már oly sokszor mondtunk, hogy a kerületi lakosok szociális helyzete is romlott. A magas infláció, a válság, a pandémia, a háború, hiszen 923 millió forintot kellett, és tudott a 13. kerületi önkormányzat szociális feladatokra fordítani. Tavaly évben a kerületi önkormányzat 637 millió forintot kellett hozzátennie az egészségügy működéséhez. Noha államosítás esetén vajon hogyan fog ez alakulni? Nagyon hiányozna biztos ez a támogatása az egészségügyi ellátórendszerünkből. Az árszámadás része a maradvány. 24,3 forintos a maradvány, de ez nem egy szabadon felhasználható összeg. A 34. oldalon részletesen szerepel, hogy milyennek az összetétele, megvan, hogy milyen feladatra fordítjuk az idei évben az önkormányzat ezeket a pénzösszeget. Összegészében a felhalmozási kiadások aránya 26,2%, ami egy hatalmas arány. Ez mutatja, hogy mennyire fejlesztésorientált egy önkormányzat működése. Köszönöm. Következő hozzászóló Kugyela Attila. Köszönöm a szót, polgármester úr, az egy kisebb súlyú hozzászólás. Az előterjesztés összegezésében szerepelt, hogy az önkormányzat biztosítja a segélyezési feladatok szükséges többletforrását. A pénzbeli és természetbeli források 2023-ban 744 millió forintot, 2022-ben 730 millió forintot tettek ki. A különbség 14 millió forint. A települési támogatások 2023-ban 624 millió forintba, 2022-ben 603 millió forintot tette ki, a különbség 2023 javára 21 millió forint. A pályázati támogatások 2023-ban 120 milliót, 2022-ben 126 milliót tettek ki, a különbség 6 millió forint 2022 javára. Tehát a települési támogatások és a pályázati támogatások együtt 2023-ban 15 millió forinttal nőttek. Szerintem ez nem igazán nagy növekedés, nem igazán támasztja alá az önkormányzat véleményét, hogy a gazdasági helyzet romlása miatt a lakossági segélykérők száma nagy mértékben nőtt. Az önkormányzat maradványa minden eddig itt felülmúlóan óriási 24 millió 296 millió forint, nyilván itt az áthúzódó feladatokról is szó van. Némileg meglepő viszont, hogy az önkormányzati közterületekhez kapcsoló feladatok 63,9%-os, a parkok, játszóterek, közölt területek 68,6%-os, a köztisztasági területüzemeltetés 56,1%-os, az úthálózat 42,8%-os, az intézményhálózat 44%-osan alacsony teljesítésű. Ezek a teljesítések része nyilván áthúzódó. Az pozitív, hogy az önkormányzat támogatta a kerületi plébániák felújítását. Köszönöm. Szabó Tamásnak adom meg a szót.
Köszönöm a szót, polgármester úr, tisztelt képviselőtestület. A számomra nem meglepő, hogy Gergely képviselő úr a szokásos kusza gondolatmenetét adta elő pénzügyi témákban. Szerintem élő ember nem tudta kihámozni azt, amit mondani szeretett volna. Bízom a tisztségviselőkben vagy osztályvezető úrban, hogy ha ki tudta szedni belőle, hogy mit szeretett volna elmondani, akkor majd kap rá reakciót. Ahogyan az sem meglepő egyébként, hogy a 13. kerületi önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az intézményhálózat rendben magas színvonalon végzi el a munkáját. Azért sem meglepő ez nyilván, mert a munkatársak felkészültek, elkötelezettek, emberségesek és segítő szándékúak. De ahhoz, hogy egy rendszer jól tudjon működni, ahhoz bizony kellenek belső kontrollok, ellenőrzések. Ebben a napi rendről ugyanis erről is tárgyalunk. Ki szereti, ha vizsgálják, vagy ellenőrzik, vizsgálgatják, vagy ellenőrzik? Szerintem senki sem. De szükséges azért, hogy egy intézmény, a hivatal, intézményhálózat jól a szabályoknak megfelelően működjön. A belső ellenőrzés 17 teljes körű ellenőrzést folytatott le tavaly, és megállapították, hogy a vizsgált intézmények szabályszerűen működnek, és ha volt is észrevétel, az technikai jellegű volt, már régen a jelentésnek megfelelően javították, vagy pótolták azokat. A vizsgálatok fókusza egyébként az átláthatóság, a közpénzek szabályszerű felhasználása és a közérdekű adatok közzététele elérhetősége volt. Természetesen ezek rendben voltak, vannak, és biztos, hogy a jövőben is így lesznek. Átlátható, szabályosan működő, közérdekű adatait szabályosan közzétevő önkormányzati, polgármesteri hivatal és intézményrendszer vagyunk, mert így csináljuk mi. Köszönöm a polgármesteri hivatal belső ellenőreinek és a vizsgált intézmények munkatársainak az ebéli munkáját, és így elfogadásra javaslom az előterjesztést. Köszönöm szépen. Borszéki Gyulának adom meg a szót. Köszönöm a szót. Tisztelt képviselőtestület, a zárszámadásról szóló jelentés részletes, alapos, hülyen visszatükrözi a elmúlt évi munkát, és ebből a kifolyólag segíti a döntéshozók munkáját. Én a bevételek tekintetében két apróságot hoznék szóba. Az egyik az, hogy 1,7 milliárd forint származott a bevételek között, ezt látjuk a település rendezési szerződésekből. A fejlesztők ezzel az összeggel járultak hozzá a kerület gyarapodásához. Én ezt persze a teljes, a végösszeghez képest most lehet azon elmélkedni, hogy az sok vagy kevés, mindenképpen egy jelentős összegnek gondolom ezt. Csak csendben jegyezném meg, hogy az ellenzék, a Fidesz ez soha nem támogatta ezeket a településrendezési szerződések megkötését. Nem tudjuk, hogy miért, mert véleményt, érvet ehhez nem kaptunk. A másik, a szintén a bevételek között a működésből származó bevételek. Én úgy gondolom, hogy ezt nem sok önkormányzatnál olvashatnánk, hogy a működésből származó bevételek meghaladják a kiadásokat, tehát itt is egy többlet keletkezett, egy szuficites ez a költségsor, ha lehet így fogalmazni. A külső feltételekről itt szó volt, én azért szeretném aláhozni, hogy az az infláció, aminek ugyan a mértéke most csökkent, de továbbra is jelentős, hiszen az elmúlt évek kiadás növekedései, pénzromlásai továbbra is sújtanak bennünket, hogy csak ilyen tételeket mondjak, mint az élelmiszer területén, vagy az üzemanyagnál, vagy kivált a szolgáltatásoknál, ez jelentős többletet okoz továbbra is. Része vagyunk az államháztartásnak, ezért nagy izgalommal tekintetünk arra a tényre, hogy lényegében az első negyedében a központi tehát a kormány a betervezett költségvetési hiányt elköltötte. Nyilván ennek a hiány növekedésnek az árát a lakosság fogja megfizetni. Végül egy megjegyzés, itt többször hallottuk már ezt, hogy a szociális támogatásoknál a növekedés az csekély mértékű volt. Ha azt figyelembe vesszük, hogy ez egy forintot nem kapunk mondjuk az államtól, tehát saját forrásból biztosítjuk ezt, és még nyugodtan hozzátehetjük az intézmény hálózaton keresztül nyújtott támogatásokat a különféle szolgáltatásoknak a hatását. Köszönöm szót. További hozzászólás van. Varga Zsanettnek adom meg a szót. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület. A zárszámadás számai megmutatják, hogy 2023-ban is pénzügyi stabilitás jellemezte a 13. kerületet.
Az évek óta tartó elvonások ellenére a dinamikus fejlődés töretlen, a lendületben 2.0 ciklus program megvalósítása biztosított. A 13. kerületi lakosok életminőségét javították az önkormányzatunk intézkedései. A szociális érzékenység, a hátrányos helyzetűek, a rászorultak támogatása a korábbiakhoz hasonlóan hangsúlyos. A közterületeinken és az intézményeinkben a szolgáltatások magas szakmai színvonalát továbbra is biztosítottuk. Mindez vagyongyarapítás, vagyonfejlesztés mellett történt. De mik vannak a számok mögött? Például 980 bölcsődei férőhely, 17 tagintézményben 3574 kisgyermeket tudunk fogadni az óvodáinkban, jelezném, nincsen várólista, mindenkit el tudunk látni. A szociális területen 100%-ban saját forrásból biztosítottuk a pénzbeli és természetbeni ellátások fedezetét. Jelezném Kugyala képviselőtársamnak, hogy a tavalyi évben 171 000 kérelmet iktattak a szociális osztályon. Tavaly közel 2500 sportprogramot és 5300 kulturális programot szerveztünk, és még sorolhatnám. Én úgy gondolom, hogy büszkék lehetünk ezekre a számokra, és arra, ami a számok mögött van, azokra a magas színvonalú szolgáltatásokra, amelyek megvalósultak, mert ezek valóban a kerületi lakosok érdekeit szolgálják. Köszönöm. További hozzászólás van-e? A vitát lezártam. Osztályvezető úr kíván-e reflektálni? Tessék, parancsoljon. Köszönöm, polgármester úr. Gergely képviselő úr egy-két hozzászólására. Az, hogy a bevételek előirányzata alacsonyabb, mint a teljesítés, ez szerintem nagyon jó. Az önkormányzat gazdálkodásának az egyensúlyához ugye az szükséges, azt írja elő a jogszabály, hogy a bevételeket addig kell nagyon figyelni, amíg alatta vannak az előirányzatok. Tehát a bevételek túlteljesítése az nem ír elő kötelező előirányzat módosítást, amúgy is a tartalékba kerülne az az összeg, és maradvány képződne belőle. A kamattal kapcsolatban csak szeretném jelezni, hogy ahol a szöveges elemzés van az 5. oldalon, az előterjesztésben szerepel a szövegközi táblázatban a működési bevételek felsorolásánál pontos összeggel a kamatbevételek összege. Aztán a vagyon kimutatáshoz. Az, hogy a vagyon növekedést csak a parkok okozták, én szeretném az önök figyelmébe ajánlani a 9-es függeléket, a konszolidált mérleget, aminek a beruházások sora, ezek a pénzügyileg teljesült, de az ingatlanokon nem aktivált beruházások december 31-én 9,2 milliárd forint, amikből jövőre lesz vagyonkimutatás, vagyon mérleg szerinti növekedés. Igen. Útpark, hogy alacsony a teljesítés, ezt kifejtettük a szöveges előterjesztésben, itt a partnernek a számlázása miatt jelentős összegek húzódtak át 2024-re, tehát az elvégzett munka nagysága ennél jóval magasabb. Köszönöm. Igen. Tegyünk tisztában néhány dolgot. Az első dolog az, hogy nem csak ennél a napirendnél, hanem a korábbi költségvetés és napirendeknél elhangzottak olyan megjegyzések, hogy semmilyen információ nincsen, nincs információ, töredékes az információ. Ajánlom mindenki figyelmébe, hogy hasonlítsa össze a költségvetési rendeletet, illetve a zárszámadást a kötelezően előírt elemekkel. Ahhoz képest számításaim szerint legalább 30-40%-kal több információt tartalmaz a mi költségvetési rendeletünk is, és a mi zárszámadásunk is. Tehát tessék összehasonlítani jogszabály, ennyit a jogszerűségről egyébként. Tehát az információ éhséget próbáljuk ki elégíteni így, de én úgy gondolom, hogy ehhez azért öntevékenység is szükségeltetik. A második ilyen dolog a tartalékképzés, amely elhangzott, és most számokat fogok mondani, mert mindig elképzeli az ember, hogy saját magával kezdődik a világ, és magától fejeződik be.
2014 óta az első szám azt fogja mondani, hogy mennyi az eredeti költségvetésben, és a második pedig módosított előirányzatban a tartalék. 2014-ben 3-8%, 2015-ben 1-12, 16-ban 4-15, 17-ben 1-12, 18-ban 1-15, 19-ben 1-20, 20-ban 0-21, 21-ben 0-18, 22-ben 2-8, és 23-ban 2-10%. Tehát nem velünk kezdődött a világ, tehát én úgy gondolom, hogy ez egy következetes önkormányzati filozófia az ügyletben, hogy az eredeti előirányzatban alacsonyabb, és az áprilisban pedig a zárszámadással emelkedik meg a tartalékképzése, mint hogy ez esetben a mostani időszakban is. Következő ilyen, harmadik ilyen dolog, ami felvetődik folyamatosan, az átruházott hatásköröknek az ügye. Kérdőző szépen, ha jól emlékszem, 2012-es az a rendelkezés, ami alapján a polgármestert nem csak a 13. kerületben, hanem a 3177 önkormányzatban az átruházott hatáskörrel felhatalmazzák, és nem tudok róla, hogy ez ügyletben bármikor is a polgármester a 13. kerületben visszaélt volna. Ennek egy megfelelő eljárásrendje van, ezt az eljárásrendet alkalmazzuk a magunk részéről. És hát többször elhangzott az, hogy vagyonfelélés történik, hát úgy gondolom, hogy a önkormányzat amortizáció képzésének, és ez külön tétel, hogy mindig szóvá tesszük az amortizáció képzéssel kapcsolatos dolgokat, mindig jelentősen meghaladó fejlesztéseket tudunk végrehajtani, ami a pótlást és a fejlesztéseket jelenti. Tehát az a 4 milliárdos és 12 milliárdos vagyonnövekvény, amely az ingatlan és az összvagyon tekintetében megjelenik, az majd inkább elismerése méltó, és amit előrevetít osztályvezető úr, mert ugye majd például a Petneházi utcai házat idén fogjuk aktiválni, jövőre ez még jelentősebb nagyságrendű és jelentősebb mértékű lesz. És hát ennyire hiteles az, hogy a zöld területtel nem foglalkozunk, hisz a zöld területek tekintetében, mint említettem, és nem fogadtuk meg a tanácsokat, javaslatokat, ezt közel 4,8 milliárdot fordítottunk rá a múlt esztendőbe, ez több mint 7%-kal több, mint az előző esztendőbe, de hát tudom mondani, nem csak a Turzó parkot, hanem Gergely-Győző utcát, Katona József utcát, Csanádi zöldsétányt, korábban a Debreceni parkot, Csángó utcai lakótelepet, stb. Tehát tudom mondani, és nem csak azokat a számokat, amelyek a hozzászólásokban elhangzottak. Azért az faramúci, ami elhangzott itt, hogy 2015. március 1-től az önkormányzat normatívát szociális segélyre egy fillért nem kap. És akkor számon kérjük azt, hogy merészelünk csak 7%-kal vagy 5%-kal többet fordítani a szociális segélyezésre. 800 millió forintos nagyságrendet fordítunk a szociális segélyezésre. Azért ez egy kicsit úgy gondolom, hogy ellentmondásos. A parkolással kapcsolatos dolog az folyamatosan felvetőzik a parkolóházi kérdése. Tessék belegondolni, hogy a vállalkozói szférának nem éri meg parkolóházat építeni. Miért? Mert a vállalkozói szféra azt mondja, hogy ez számukra veszteséges, akkor belehajszolnának bennünket parkolóház építésébe itt a 13. kerületbe. És az energiaracionalizálási ügy az ide fog kerülni, folyamatosan felvetődik a szakrendelőnek az ügye. Tessék végig gondolni, hogy a szakrendelőket felújítottuk az elmúlt időszakban, mind a visegrádi, mint pedig a Szegedi úti szakrendelőt felújítottuk. A felújítás során az energetikához is természetszerűleg hozzányúltunk. És hát gondolom, hogy nem neheztelnek azért képviselőtársaim, hogy ma már minden egyes házi orvosi rendelőbe légkondicionáló készüléket tudtunk telepíteni. Összegészében tehát én úgy gondolom, hogy ennyire hitelesek azok a kritikai megjegyzések, amelyeket, és még fel tudnák sorolni számtalan ilyen dolgot, amelyek egy költségvetési rendelet alkotásnál, illetve egy zárszámadásnál felvetődtek.
az elmúlt időszakban. Én javaslom, hogy nagyon jó szívvel fogadják el az előterjesztéseket. Jegyző úr, kíván reflektálni? Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület! Egy nagyon rövid reakciót engedjenek meg nekem, mert nem szeretném, hogy dr. Gergely Sándor képviselő úr a jogszerűség miatti aggályait következtében az éjszakát ne tudja megfelelő álomban tölteni. Szeretném megnyugtatni, hogy mind a 2023-as költségvetési zárszámadásról szóló rendelet, mind a 2024 évi költségvetés módosító rendelet, hatályba léptető rendelkezése nem fog kollíziót okozni. Egyébként is a képviselő úrnak úgy tűnik látnoki képességei vannak, de azt nem tudja, hogy mikor kerül sor a kihirdetésre. Azt egyedül az önkormányzat jegyzője tudja, hiszen neki kell erről gondoskodni. Én tételezem fel annyit rólam, hogy nyilvánvalóan előbbi sorszámot kap a zárszámadás, és azt követő sorszámot kap a költségvetési rendelet módosítása. Köszönöm szépen. Határozathozatalra kerül sor. Először döntünk a zárszámadásról, a zárszámadási rendelet alkotásáról. Minősített többséggel kell döntenünk. Kérem, döntsünk. Képviselőtestület, 16 igen, 1 ellenszavazattal és 4 tartózkodással úgy dönt, hogy megalkotja költségvetés, a 2023. évi költségvetése végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletét. A következő határozati hozatal egyszerű többséggel a vagyon kimutatással kapcsolatos. Kérdem, döntsünk. Képviselőtestület, 16 igen, 1 ellenszavazattal és 4 tartózkodással úgy dönt, hogy a 2023. december 31-i vagyonkimutatásban rögzített vagyonállapotot elfogadja. Következő döntési pontunk a 2024. évi költségvetési rendelet módosításának az előterjesztése. Minősített többséggel kell döntenünk. Kérem, döntsünk. Képviselőtestület, 16 igen, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodással megalkotja önkormányzati rendeletét a 2024. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításáról. És jön egy egyszerű többséggel hozandó döntésünk, ez pedig az ellenőrzés tapasztalatairól szóló éves jelentést tartalmazza. Kérem, döntsünk. Képviselőtestület 21 egyhangúan úgy dönt, elfogadja a polgármesteri hivatal 2023. évi ellenőrzésének tapasztalatairól szóló éves jelentést, és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2023. évi ellenőrzéseinek tapasztalatairól szóló éves összefoglaló jelentést. Napirendet lezártam. Tárgyaljuk 7. napirendünket. Javaslat Szent István körút 16. elővásárlási jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatra vonatkozóan. Van-e szóbeli kiegészítés? Nincsen. Megkérdezem, hogy kérdés van-e az előterjesztéssel kapcsolatosan? Észrevétel van-e? Nincs. Akkor határozathozatalra kerül sor. Egyszerű többséggel kell dönteni. Kérem, döntsünk. Képviselőtestület 21 egyhangúan úgy dönt, hogy nem gyakorolja elővásárlási jogát Budapest 13. kerület, Szent István körül 16. 3. emelet 17 szám alatt található lakás megnevezési ingatlan vonatkozásában az ajánlatban szereplő 104 millió forintos vételáron. Napirendet lezártam. Tárgyaljuk 8. napirendünket, javaslat utánpótlás nevelési keret felosztásáról. Van-e szóbeli kiegészítés? Nincs. Kérdés van-e? Észrevétel van-e?
nincs. Egyszerű többséggel kell dönteni, két határozati javaslat van, kére valaki külön szavazást. Akkor egyben kérem, döntsünk. Képviselőtestület 21 egyhangúan úgy dönt, 2024. évi utánpótlási keretet következőkben osztja fel: Vasas 7, Budapesti Honvéd 7 millió, Angyalföldi DSE 500, Angyalföldi Polgár Lövészegyet 500, Csata 500, Vadó 500 ezer forintos nagyságrendben. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodásokat írja alá, és az átutalásokról intézkedjen. Napi rendet lezártam. Tárgyaljuk 9. napi rendünket. Beszámoló az egészségügyi szolgálat közhasznú non-profit Kft. 2023. évi gazdálkodásáról, javaslat a mérlegbeszámolóra, könyvvizsgálói jelentés és a felügyelőbizottság munkájáról szóló beszámoló. Alapítói minőségünkben vagyunk ilyen értelemben érintettek. Előterjesztő Helszka Péter, Serényi Iván és Szűcs Péter. Kérdezem, hogy van-e szóbeli kiegészítés? Hallgatjuk. Tisztelt polgármester úr, a beszámoló tartalmazza gyakorlatilag azt a lényeget, amit az önkormányzat az egészségügyi szolgálattól elvár, és megítélésem szerint az ebben foglaltak ennek tökéletesen megfelelnek. Ez a humanizálás. Ez az egész beszámoló arról szól, hogy a kerületi önkormányzat céljainak megfelelően az egészségügyi szolgálat egy magas nívójú, emberközpontú ellátást nyújtott egész időszakban a kerület lakói számára. Mindezt a nehéz külső helyzet ellenére abszolút embercentrikusan és műszakilag, szakmailag a maximumot nyújtva tettük meg. Én úgy gondolom, hogy ez a beszámoló tükrözi azt a fajta hátteret, ami a kerületben a kerületi lakosság egészségügyi ellátására jellemző. Köszönöm szépen. Igen. Könyvvizsgálat, illetve felügyelőbizottság, van-e szóbeli kiegészítés? Nincsen. Akkor kérdések, ki kíván kérdést feltenni? Szalai Péternek adom meg a szót. Köszönöm a szót, polgármester úr. A legutóbbi törvényi szabályozás révén a szakrendelői orvosok a munkaidejüknek a teljes hosszát, vagyis 8 órát el kell, hogy töltsék a szakrendelőben. Na most, miután a szakrendelők egy részében van délelőtti műszak és délutáni műszak, az egyik orvos dolgozna 8-tól 14 óráig, a másik 14-től este 8-ig, az volna a kérdésem, hogy technikailag mi az elképzelés, hogy lehet megoldani ezt a helyzetet, hogy az orvosok, akik nem akarnak lemondani a jövedelmük 25%-áról, azok miképpen fogják tudni ledolgozni a teljes 8 órás munkaidőt? Kugyel Attila kérdez. Értem. Köszönöm a szót, polgármester úr. A Szonogram Kft. Évvégi 31.683.000 forintos tartozása miből adódott? Az értékvesztés elszámolása 31.150.000 forint volt. A végrehajtás felfüggesztése után a tartozás megfizetésére reális esély van-e, vagy ez tovább halmozódik? A saját tőke 2022-ben 166 millió forint volt, ez 2023-ban 3.264.000 forintra csökkent iszonyatos mértékben. A társaság saját tőkéje, a jegyzettőke 65,28%-ára csökkent. A tőkevesztés folyamatos, a tőkerendezése szükséges, amire a 10-es előterjesztésben van is kísérlet. És várható-e a védőnői ellátmányok kiegyenlítése a Honvéd Kórház részéről? Köszönöm. További kérdés van-e? Nincs. A kérdéseket lezártam. Tessék parancsolni. A szót, polgármester úr. Szalai képviselő úrnak a kérdés az teljesen jogos, de az egészségügyi szolgálat megoldotta annak a infrastruktúrális
fejlesztésnek és átalakításnak a kérdését, ami ahhoz kell, hogy a törvény adta előírásokat maximális mértékig betartsuk. El kell, hogy mondjam, és ez egy komoly gond, értve a 6 óra és 8 óra lényegét, de valahol mégiscsak, hogy ennek eleget tudjunk tenni, kénytelenek voltunk kollégáktól megválni, nem soktól, de kénytelenek voltunk. Ez mindenképpen megkérdőjelezi azt, hogy talán ezt a rendelkezést lehetett volna jobban végig gondolni. A CTMR kérdésében, a Szonogram Kft-ben a Kugyala képviselő úrnak szeretném mondani. Amit ön is nyilván tud, az áramdíjak, az energetikai költségek olyan szinten növekedtek sajnálatosan, hogy a közbeszerzésben nyertes cég ezt sajnos már nem tudta bírni. Két lehetőség volt. Vagy fölmondjuk a szerződést, vagy kínlódunk. Miért nem mondtuk föl a szerződést? Ennek egyetlen oka volt, hogy a kerületi CTMR centrum így is 40%-ban az állami nagy intézményeknek a CTMR igényét elégíti ki, ami sajnálatosan rendkívül nehéz, miután ők erre kapnak külön díjazást, mi viszont nem. Na most ahhoz, hogy a kerület lakói el legyenek látva, ahhoz bizony muszáj volt valamilyen módon, szenvedve ugyan, de tovább vinni ezt az ügyet, ennek megfelelően történt végrehajtás az ügyben, ami egy jelentős összeget hozott már vissza, és úgy tűnik, hogy jelen pillanatban az a havi összeg, amit fizetnek, ha lassan is, de meg fogja hozni azt az eredményt, amit képviselő úr kérdez. De még egyszer hangsúlyozva, az egyetlen és legfontosabb dolog a kerület lakóinak az ellátása, ennek nem szabad sérülni semmilyen pénzért a háttérben, meg kell oldani, meg is oldjuk, higgye el, hogy rendkívül sok idegességet okozva, de megoldódott a kérdés idáig is, és remélem, hogy fogjuk tudni a továbbiakban is ezt megoldani. Köszönöm szépen. Más van-e? Nincs. Van Serény úré a szó. Nem szabad két dolgot elfelejteni. Az egyik, a 23-as bérintézkedések forrásai, azok július 1-től hatályosak. Tehát 24-be, első fél évben, ennek ugye 24 egész évben a kétszerese fog jelentkezni. Tehát 24-ben jelentős többletterheink lesznek. Második. A teljesítményfinanszírozás átszervezése, és ez most független működéstől, tulajdonlástól és irányítástól, összességében azt jelenti, hogy a teljesítmény elszámolási rendszernek az állami struktúrája, tehát a finanszírozási rendszer változása összességében több mint 200 millió forinttal rontotta az EU szolgálat forrásait. Harmadik elem, valamelyik képviselő úr említette az 511 millió forintos fejlesztési támogatást, amit az önkormányzat nyújtott. Szeretném a pontosítás végét kiegészíteni, hogy majdnem 250 millió forintos működési támogatást is adott az önkormányzat. Tehát összességében az EU szolgálat finanszírozási háttere az önkormányzat által biztosított pénzügyi forrásokból mintegy 750 millió forintba kerültek az önkormányzatnak azért, hogy a kerület
egészségügyi ellátásának a biztonságát és az eddigi színvonalát meg tudja tartani. Utolsó kiegészítő ponton, csak felhasználtam a kérdéseket, ne haragudj, hogy Péter, kiegészítelek. Figyelemfelhívással kellett érnünk, mert az önkormányzat a tőkéjét felélte. Tehát év végén 3,3 millió forintos saját tőkével zártunk. Ez azt jelenti, hogy mínusz saját tőkénk volt január 2-ától. Tehát ahhoz, hogy a működés egyensúlya biztosított legyen, ahhoz akárki és akárhogy irányítja ezt a szervezetet, a működési egyensúly biztosítását folyamatosan fenn kell tartani, és ez mindenképpen feladatokat ró a 23 évi zárás alapján a 24 évi gazdálkodásukra. Köszönöm szépen. 24 fél évig, mert 24 fél évig természetesen. Meg fog szűnni ilyen gazdasági társaságként a egészségügyi szolgálat. Ki kíván hozzászólni? Igen, Alper Juliannának adom meg a szót. Köszönöm a szót, polgármester úr, tisztelt képviselőtestület! A képviselőtestület előtt álló három egészségügyi tárgyban beterjesztett alnapi rendi ponthoz szeretném hozzátenni észrevételeimet, gondolataimat. Szerencsés helyzetben vagyok, mert mindegyik esetében valamennyi bizottság egyhangúan az elfogadását javasolta. A könyvvizsgálói eredmény is csak pozitívunkat állapított meg. Az is benne van, hogy sajnálatos módon július 1-től költségvetési intézmény formájában kell tovább működni. Vizsgálata egyértelműen kijelentette, az éves beszámoló, mérleg megfelel a hatályos jogszabályoknak, a számviteli törvénynek. A cégnél szabálytalanság nem történt. Az megfelelő képet ad a pénzügyi, gazdasági helyzetről, gazdálkodásról. Miért is alakulhatott ki ez az eredmény? Mert önkormányzatunk a polgármester úr vezetésével, az alpolgármesterek segítségével és Herzka Péter igazgató úr irányításával eredményes, kiváló munkát végeztek az egészségügyi szolgálat közhasznú non-profit Kft.-vel. Egyben köszönet valamennyi ezen a területen dolgozó szakembernek is, nélkülük nem sikerült volna így minden. Rátérve a száraz tényekre és az előterjesztésben szereplő rengeteg konkrét számra. A beszámoló megfelel a közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak. Amit mi ígérünk, teljesítettük, akár az alapellátás, vagy a járóbetegellátás tekintetében is. A vizsgált időszakban 1650 szakorvosi óra per hét, illetve 480 nem szakorvosi óra per hét kapacitással rendelkeztünk, 60 felnőtt és 18 gyermekorvosi körzet működött. Az iskolai egészségügyi ellátást is elvégeztük. A gyermekorvosi ügyelet tartása is meghosszabbításra került. Jó eredmény az is, hogy a járóbetegellátást tudtuk növelni közel 10%-kal. Az egészségügyi dolgozók bérnövekménye és a jövedelempótló juttatása teljes mértékben bérfelhasználásként kiutalásra került. Sajnálatos eseménynek tartom az egészségügy területén a védőnői szolgálat államosítását, amit ismételten a kormány kapkodva rosszul hajtott végre. Ennek következtében még számos lezárandó kérdés maradt fent. Gazdasági tekintetben kijelenthető, hogy a cég pénzügyi egyensúlyát folyamatosan fenntartva működött, a gyógyító munkához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítva voltak. Befejezésként a felügyelőbizottság minden hatályos jogszabályt betartott, évközi üléseiken 18 napirendi pontot tárgyalt meg. Maga is megállapította, hogy a társaság nagy gondot fordított alapvető céljának, a kerületi lakosság színvonalas egészségügyi ellátásának biztosítására. Az évi gazdálkodását eredményesnek értékelte és elismerte. Ezek alapján is javaslom valamennyi napi rendi pont elfogadását. Köszönöm. További hozzászólás van-e? Nincs. A vitát lezártam. Kíván-e reflektálni valaki bármit? Nincsen. Akkor határozathozatalra kerül sor. Három határozat csomagban fogunk dönteni. Először az ABC, ez a mérlegről szól, utána külön döntünk a könyvvizsgálói jelentésről, és külön döntünk a felügyelőbizottságnak a jelentéséről. Egyszerű többséggel kell döntenünk alapítói minőségben. Tehát először az ABC határozati javaslatról kérem, döntsünk. Képviselőtestület, mint alapító,
20 egyhangúan úgy dönt, hogy a kerületi egészségügyi szolgálat közhasznú non-profit Kft. 2023. évi gazdálkodásáról és közhasznú tevékenységéről szóló beszámolót, mérlegbeszámolót elfogadja, amely megfelel a közhasznúság feltételeinek, és az egészségügyi szolgálat közhasznú non-profit Kft. Mínusz 163.601.000 forintos adózott eredményével a Kft. Eredménytartalékát módosítja. A D határozati javaslattól kérem döntsünk. Képviselőtestület, mint alapító, 21 egyhangon úgy dönt, hogy a egészségügyi szolgálat közhasznú non-profit Kft. 2023. évi mérlegbeszámolójáról készült könyvvizsgálói jelentést elfogadja. És akkor döntünk a felügyelő bizottságnak a beszámolójáról. Egyszerű többséggel kérem, döntsünk. Képviselőtestület, mint alapító, 21 egyhangon úgy dönt, elfogadja az egészségügyi szolgálat közhasznú non-profit Kft. Felügyelő bizottságának 2023. évben végzett munkájáról szóló beszámolót. Köszönöm szépen, napirendet lezártam. Tárgyaljuk 10. napirendünket, javaslat kerületi egészségügyi szolgálat közhasznú non-profit Kft. Szétválására. Előterjesztő alpolgármester asszony, van szóbeli kiegészítés, hallgatjuk. Köszönöm a szót, polgármester, tisztelt képviselőtestület. 2023.12.7-én döntött az egészségügyi szolgálat közhasznú non-profit Kft. Szétválásáról a tisztelt képviselőtestület, tekintettel arra, hogy 2024. július 1-től az egészségügyi szolgálatnak költségvetési szervé kell alakulnia. Azt gondoljuk, hogy vagyonvédelmi szempontból ketté kell választani a NEAK finanszírozott és a NEAK által nem finanszírozott tevékenységet. A mostani előterjesztés a NEAK által nem finanszírozott új non-profit Kft. Létrehozásáról szól, és benne a MOFETA, a Humán Regenerátor, a CTMR, a foglalkozás egészségügy és a társasház működtetéséről. A feladatnak megfelelően elkészült a szétválási szerződés, megszerkesztettük az alapító okiratot, amely tartalmazza többek között azt, hogy a Kft.-t 3 millió alaptőkével hozzuk létre. Az ügyvezető igazgatójának a személyére dr. Tomka Györgyöt javasoljuk, a mostani orvosigazgatót. Szerepel még benne a felügyelőbizottság személyi összetétele, a személyek nem változnak, egy ideig mindkét Kft.-ben ugyanazok a személyek látják el a tisztséget, de csak egy helyről kapják a tiszteletdíjat. Elkészült a szétválási szerződés vagyonleltára, a szétválási szerződés ingatlan hasznosítása, a jogok és kötelességek megoszlása, a Kft. Üzleti terve, a Kft. Neve, 13. kerületi Visimed diagnosztikai és egészségmegőrző non-profit korlátolt felelősségű társaság. És végül mindezt a megbízott független könyvvizsgáló dr. Gutmann György aláírásával eljegyezte, azaz minden törvényi kötelezettséget biztosítottunk ahhoz, hogy a cégbírósági bejegyzés megtörténhessen, ha önök támogatják az előterjesztést. Köszönöm szépen. Kérdés van-e? Nincs. Hozzászólás, ki kíván hozzászólni? Igen, Gergely Sándornak adom meg a szót. Köszönöm a szót. Néhány gondolatot szeretnék csak elmondani. Az előterjesztés második bekezdéséből idézve. A profiltisztítást követően a jelenleg működő egészségügyi szolgálat Kft.-ben maradnak azok az orvosi szakmák, amelyek rendelkeznek NEAK finanszírozással. Az ezekhez a szakmákhoz kötődő szűrővizsgálatokat, ellenérték fejében végzett vizsgálatokat továbbra is az egészségügyi szolgálat Kft., majd annak átalakulását követően a költségvetési szerv fogja végezni. Nem biztos, hogy ez így logikus, megismerve a szétválásra vonatkozó információkat és megfogalmazva annak szintén érthetetlen irányát, vagyis miért a Kft. Feladatait továbbvivő szervezet a kiváló társaság. Finanszírozás szempontjából a következő feladatmegosztás lenne tiszta profilú. A kiváló társaság végzi a nem NEAK finanszírozott vizsgálatokat, és logikusan ellenérték fejében végzett vizsgálatokat is. Tehát a Kft.-ben az önköltséges, ellenérték fejében végzett vizsgálatok maradnának. A fennmaradó társaságban, amely később költségvetési szervé alakul, az állami, azaz NEAK
által finanszírozott tevékenységek kerülnének a szakmákhoz kötődő szűrővizsgálatokkal. A szétválás szerinti szerződés, itt újra egy idézet, a kiváló társaság alapító okiratának dátuma a kiválásról véglegesen határozó alapítói határozat napja, azaz 2024. április 4. A kiváló társaság tevékenységét a cégbejegyzés napjával kezdi meg. Itt látható az a leszűkült idősáv, amely a költségvetési szerv tevékenységét megalapozó feladatok végzéséhez, ilyen az alapítás bejegyzése, a szerződések véglegesítése, munkaügyi dokumentumok, bélyegzők, partnerek értesítése, átszervezésre, stb. És meg lehetne sorolni. Bár igazán nem látható, és nem tisztázott a szétválási indok, persze kétségünk sincs, hogy a feladat teljesítve lesz, de kapkodó, átláthatatlan és gyors intézkedésekkel, amely magában hordozza a hibák lehetőségét, mindezt alátámasztja a könyvvizsgálói jelentésben a következő mondat, felhívjuk a figyelmet arra, hogy a társaság a törvény értelmében 2024. július 1-től költségvetési intézményi formában köteles működni. Idáig ebben az irányban egy lépés nem történt. Köszönöm. Igen. Azt mondja, hogy Borszéki Gyulának adom meg a szó. Régen volt egy mondjuk vicc, amiben az volt, hogy a vezetőnek mit kell csinálni akkor, hogyha nem mennek jól a dolgok, és ez a három borítékos történet, az egyik az, hogy szervezze át mindent. Na most nem az az eset van. Tehát nem azért kell átszervezni az egészségügyi szolgálatot, mert rosszul mennek a dolgok. Az ok az ismert, hiszen egy jogszabály született erre. Más kérdés az, hogy a döntéshozónak, az államnak az igazi szándékait, az igazi törekvését, azt nem ismerjük, az rejtve maradt. Az előkészítés gondos volt, szó sincs itt kapkodásról, kétségtelen, hogy rövid az idő, és kétségtelen, hogy egy számunkra járatlan után járunk abban a tekintetben, hogy az egészségügyi területén ilyen típusú átszervezésre még nem került sor. Azt gondolom, hogy rendkívül fontos az, amit a Herczko úr az előző napirendnél is megfogalmazott, hogy a szolgáltatása, az egészségügyi szolgáltatás színvonala az maradjon meg, és a kerületi lakosság ebből az átszervezésből a lehető legkevesebbet érezze meg. Olyankor történik ez az átszervezés, és azért erről is érdemes egy szót mondani, amikor az egészségügybe tulajdonképpen egy válsághelyzet van. Általános az orvoshiány, hosszúak a várakozási listák, forráshiány van, minden évben konszolidálni kell a kórházakat, sikerül úgy, ahogy nővér ügyekről is volt már itt szó. A kerületben egy jó színvonalú egészségügyi ellátás van, reméljük, hogy ez a következőkben is így fog történni. Ebben őszintén megmondva egyetlen biztos pont lehet az önkormányzatnak a részvétele, az önkormányzatnak a közreműködése abban, hogy továbbra is a finanszírozás oldaláról álljon rendelkezésre az egészségügyi költségek finanszírozása tekintetében. Köszönöm szépen. Kugyela Attilának adom meg a szót. Köszönöm a szót, polgármester úr. Én itt az elhangzottak nyomán tulajdonképpen két kérdést szeretnék föltenni most így utólagosan. Az egyik az, hogy a társasági szétválás után a kerületi egészségügyi szolgálat és a Visi Med kiváló társaság telephelyi elrendezésében következik-e választás, vagy nem. Tehát minden marad úgy fizikailag, ahogy jelenleg is van, tehát az egészségügyi szolgálat is a Visegrádi úton is, és a fordítva a Visi is a Szegedi úton is működtet bizonyos szakmákat. Ez lenne az egyik. Másik az egy személyes kérdés, hogy a dr. Tomka György urat 2024. december 31-ig nevezték ki. Ez most egy tudatos döntés, ez az időpont meghatározás. Várható az időpont változás után valami változás, vagy ez csak egy tesztelési időpont? Ennyi lenne. További hozzászólás van. Karácsony Zoltánnak adom meg a szót. Köszönöm a szót, polgármester úr, tisztánlátás kedvéért.
Szóval bizalmatlanok vagyunk az állam irányába, ez azért alapvető. Ugye itt történtek bizonyos olyan előcsapások, hogy az államosítás az nem fog elmaradni az egészségügyet érintően se. Először önként adják oda az önkormányzatok a szakorvosi rendelőket, aztán majd ki tudja, hol fog ez megállni. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy tudatos cselekvés az önkormányzatunknak a kerületi lakosság vagyonának a megvédése érdekében, a kerületiek jegyében. Hogy kapkodó volt, és nem volt erről tájékoztatás. Hát nem akarok csúnya szót mondani, a finom szó az, hogy csúsztat Gergely képviselőtársam, hiszen erről minden lépésről polgármester úr tájékoztatta a frakcióvezetőket, tehát valami elsuhant a fülek mellett, ismételtem. Én egy jól előkészített, szabályszerű anyagnak gondolom, és a kerület lakosságát ellátási színvonalának a megőrzése, notabene javítása céljába létrehozott alakulatnak gondolom az új KHT-t. Köszönöm szépen. További hozzászólás van-e? Nincs, alpolgármester asszonynak adom meg a szót, a vitát lezártam. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Kudjel a képviselőtársának minden marad a helyén, ahol eddig, a Visiben is, a Szegedi úton is. Tomka Györgynek a december 31-i megbízása tudatos döntés volt. Gergely képviselőtársamnál azt mondja, hogy érti ő az előterjesztést, hát nem is csináltunk titkot belőle. Vagyonvédelmi szempontból csináltuk azt, hogy szétválasztjuk ezt a két KFT-t, illetve ami most majd június 1-től költségvetési szerv lesz. Ha befogadták volna a NEAK által befogadta volna a kérésünket és finanszírozták volna, akkor ez a helyzet nem került volna elő, mert akkor természetesen része lett volna a mostani KFT-nek a mufeta is és minden egyéb. Nem titok, mert nem csinálnak titkot belőle, Takács államtitkár úr elmondta a Göncör utcai háziorvosi átadásnál, hogy ő elkötelezett, hogy államosítja a szakrendelőt, vagy államosítja, hogy szeretné a szakrendelőt. Hogyha nincsen, ha megvan a politikai támogatottsága a Fidesz részéről, akkor meg fog történni. Hogy indulnak azon az úton, hogy államosítják, bizonyíték arra, hogy a non-profit KFT-ből költségvetési szervet készítenek. Tehát itt nem értem, hogy mit nem értenek, vagy hogy mi mintha valami titkot akarnánk itt csinálni. Teljesen nyíltan megmondtuk, hogy mi nem szeretnénk, hogyha elmenne, hogy maradjon nálunk a NEAK által nem finanszírozott eszközpark. Ha átvitték volna, vagy lehetett volna NEAK által finanszírozni, akkor nyilván nem tudtuk volna ezt meglépni, de nagyon örülünk annak, hogy ez így van, és meg tudjuk tenni. Az, hogy az idő sürget bennünket, az természetesen így van. De ha nem hoznak egy ilyen törvényt, hogy át kell alakítani a non-profit KFT-t költségvetési szervezés, akkor nyilvánvalóan nem sürgetett volna ennyire bennünket az idő, de átgondolva minden a helyén lesz, és a non-profit KFT-t be fogják jegyezni, illetve július 1-től pedig költségvetési szerként fog működni a mostani nagy KFT. És az, hogy nem dolgoznak, ezt én sértésnek vélem megítélni önök részéről, hiszen dolgoznak a munkatársok azon, hogy július 1-től költségvetési szerként működhessen a non-profit KFT. Én köszönöm szépen az előkészítő munkát, és biztos vagyok benne, hogy ami elképzelhető képzeléseinknek megfelelően megtörténik a vagyon megtartása itt a 13. kerületben. Köszönöm szépen. A válaszadáshoz kapcsolódóan az első dolog az, hogy az vezérel bennünket, hogy az ellátás színvonala ne csökkenjen. Ez a döntő, 32-szer aláhúzom. Második ilyen a dolog, a legoptimálisabb megoldást szerettük volna választani. Miért a legoptimálisabb megoldást? Amellett, amit alpolgármester asszony elmondott. Mert igen, kell majd a képviselőtestületnek foglalkozni a kérdéssel, de akkor tud foglalkozni, és azért hoztuk előre áprilisra a mérlegbeszámolót, hogy tudjon majd foglalkozni a képviselőtestület az árszámadással, tudjon majd foglalkozni a képviselőtestület a intézmény alapítókiratát, és az optimális megoldáshoz tartozik, mert biztos tudják képviselőtársaim, hogy egy rendelet alkotással át lehet cedálni a különböző szerződéseket. Tehát ez a legegyszerűbb a helyzetben, mint hogy megszüntetni,
újat alakítani, és utána sugár engedélytől kezdődően minden engedélyig újra csinálni a dolgokat. Tehát ezért úgy gondolom, hogy ez a legoptimálisabb, és ezért választottuk ezt, és ebbe már elnézést, nagyon-nagyon sok munka van, és nagyon-nagyon sok munka van hátra ahhoz, hogy a zárszámadás elkészüljön, az intézmény alapítója elkészüljön, és rendeletet tudjunk alkotni majd azért, hogy a legegyszerűbben sikeredjen átszedálni azokat az engedélyeket, a takarítástól a veszélyes anyagokig, ami ehhez a rendszerhez tartozik, mert csak így lehet. Egyéb megoldás az bonyolultabb lett volna, engem is kiképeztek ebben, megmondom őszintén, és én ezt a magam részéről el tudtam és el tudom fogadni. Tehát ezelőtt állunk még, majd júniusban ide kerül a képviselőtestület elé az előbb említett három dokumentum. Kérem, hogy az alábbi döntési mechanizmus javaslom. Minősített többség kell az A-tól a G határozati javaslatig. Ebből egy szavazással döntenénk, hogyha nincs valakinek külön kérése. Utána a H és a I határozati javaslatról egyszerű-egyszerű többséggel kell döntenünk. Kére valaki más szavazási módot? Nem. Akkor döntünk először az A-tól G határozati javaslatig minősített többséggel. Kérem, döntsünk. Képviselőtestület, mint alapító, 21 egyhangúan úgy dönt, elfogadja a szétválási tervet, és annak részeként elfogadja a szétválási szerződést, elfogadja az átalakuló társaság átalakulási záró vagyonmérleg tervezet és a vagyonleitál tervezetét, elfogadja a továbbműködés kiváló társaság nyitó vagyonmérleg tervezet és vagyonleitál tervezetét, elfogadja a 13. kerületi Visimet diagnosztikai és egészségmegőrző non-profit korlátolt felelősségi társaság alapítókiratát, megválasztja 2024. december 31 napjáig dr. Tomka Györgyöt az első ügyvezetőnek, javadalmazását 750 000 forintban állapítja meg, és megválasztja 2025. május 31-ig Szűcs Péter, Alper Julina és dr. Reninger Enikő hajnalkát a 13. kerület Visimed felügyelőbizottság tagjának. Díjazását 2024. július 1 naptától, ami 150 000 az elnöknek és a felügyelőbizottság tagjának 100 000 forint összegben állapítja meg. A H határozati javaslatról egyszerű többséggel kérem, döntsünk. Képviselőtestület, mint alapító, 21 egyhangon elfogadja 13. kerületi Visimed diagnosztikai és egészségmegőrző non-profit Kft. 2024. évi üzleti tervét. És az I határozati javaslatról egyszerű többséggel kérem, döntsünk. Képviselőtestület, mint alapító, 21 egyhangúan úgy dönt, hogy felhatalmazza a polgármestert a szétválással kapcsolatos okiratok aláírására. Napi rendet lezártam, további alkotó együttműködésre gratulálok a ti nevezéshez és a munkához. Azt mondja, tárgyaljuk 11. napi rendünket. Javaslat Középesti Tankerületi Központ 13. kerület köznevelési intézmények átszervezési kezdeményezésének véleményezésére. Előterjesztő alpolgármester asszony, van-e szóbeli? Nincs, köszönöm szépen. Nincs szóbeli kiegészítés. Kérdés, van-e? Nincs. Észrevétel, van-e? Nincs. Egyszerű többséggel kell döntenünk, az E-től F-ig kére valaki külön szavazást. Akkor egyben kérem, döntsünk. Képviselőtestület 20 egyhangúan úgy dönt, hogy tudomásul veszi maximálisan felvehető tanulói létszámnak a Prizma Dózsa György úti feladatellátási helyén felvehető maximális gyermeklétszám 60 főről 132 főre való növelését, ugyanígy tudomásul veszi a sajátos nevelési igényű tanulók ellátásának kibővítését,
ugyanígy tudomásul veszi a gyermek létszám, felvehető maximális létszám 167 főről 91-re csökkentését, tudomásul vesz az intézmény utazó gyógypedagógiai konduktori hálózata 2023 nyarán teljes egészében átköltöztetésre kerül a székhelyről a Dózsa-György úti feladatellátási helyére, és a gyógypedagógiai utazó konduktori hálózat felvétele szükséges a szakmai alapdokumentumban. Tudomásul veszi, hogy a Váci úti feladatellátási helyen utazó gyógypedagógiai utazó konduktori hálózat törlését szakmai alapdokumentumban. És külön egy felhívással döntöttünk amellett, hogy semmi olyan átszervezés nem történhet, amely a Budapest 13. kerület ének, zenei és testnevelési általános iskola jövőjét, fejlődését akadályozná. Napirendet lezártam. Tárgyaljuk 12. napirendünket, beszámoló a kerületi közfelügyelet 2023. évi tevékenységéről, előterjesztő Pukner alpolgármester úr és a közfelügyelet kerületi vezetője Szabó Otto, akit köszöntök. Van egy szóbeli kiegészítés? Nincsen. Van. Hallgatjuk Pukner alpolgármester úr. Köszönöm a szót, polgármester úr. A közbiztonsági témájú napi rendeknél már beszéltünk róla, hogy van feladat az önkormányzatnak, és sokat teszünk is ezen a területen. Az egyik fontos dolog, hogy ennek az infrastruktúrális feltételeknek a megteremtése, amit a közbiztonság kapcsán tudunk tenni. Az egyik legnagyobb közterület felügyeletet működtetjük a városban, 80 a kerületek között, 89 fővel, 880 millió forintos költségvetéssel. Beszéltünk már, hogy egyik legnagyobb és a legkorszerűbb kamerarendszert működtetjük 402 kamerával, annyira korszerű, hogy már a mesterséges intelligenciát is alkalmazzuk, vízafogóparkban, túlzóparkban például. Tehát ebben is azt gondolom, hogy élen járunk. A kamerarendszer tavaly évben tartalmazza az anyag, hogy 9000 jelzést továbbította a illetékes társszerveznek, legyen az rendőrs kapitányság, vagy közszolgáltató, vagy egyéb más szerv. Ez nagyon fontos dolog, azt gondolom. Itt is el tudjuk mondani azt, hogy jó az együttműködés a társszervekkel, a közterületfelügyelet részéről, legyen az polgárőrszervezetek, vagy rendőrkapitányság, vagy közszolgáltató. Új jelenség viszont, és ez meg kell említeni, ez nem pozitív dolog, hogy a hivatalos személy elleni erőszak az felcsapta a fejét, 4 alkalommal is volt a tavalyi évben. Ezt tapasztaljuk a parkoló ellenőrök tekintetében is, és a közterületfelügyelők kapcsán is. Ilyen szempontból ez hasonló jelenség a különböző szervezeti egységeinknél. Ez minden bizonnyal azért az a frusztráltság, ami a társadalomban az utóbbi időben van, és beszéltünk róla, a megélhetési válság, a szociális válság, a magas infláció miatt, ez itt is egy, azt gondolom, egy tetten érhető jelenség ebben a tekintetben. Néhány tipikus szabálysértési kategória, amiben eredményeket értünk el. Az egyik ugye a szabálytalan parkolások, ami egy a lakosságot meglehetősen irritáló, sokszor látjuk a közösségi oldalakon is. Ebben a tekintetben a kerékbilincses csoport működik, és ez elég hatékonyan működik, hogy 2020 óta, hogyha visszatekintünk, akkor ötszörösére nőtt, most a 2500 kerékbilincset helyeztünk ki a tavalyi évben. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog és nagyon jó előrelépés. Van preventív hatása, talán több, mint a sima helyszíni bírságnak, hiszen ez egy jól látható intézkedés. Építkezésekkel kapcsolatos szabálysértések, ami szintén a lakosságot irritáló tevékenység, sok ilyen lakossági jelzést kapunk. Térben és időben nem mindig megfelelően építkeznek a különböző kivitelező cégek, hogy legyen ez jogtalan területhasználat, vagy a megengedett időn kívüli építkezés, vagy kiporzás, ezekkel kapcsolatban is most már 472-re nőtt tavaly az intézkedések száma. Ez is egy 5-6-szoros 2020-hoz képest, hogyha visszatekintünk egy picit, akkor még 82 ilyen intézkedés volt. Szintén állandó társadalmi vita téma az ebrendészet, ebtartással kapcsolatos dolgok, itt az ebrendészeti tevékenységünket említeném meg, hogy itt a prevenció, edukáció, szankció háromszögben mozgunk, mindegyikre nagy figyelmet kell fordítani. Itt nagyon nehéz a tettenérés, és talán a lakosság elvárásnak itt a legnehezebb megfelelni, hiszen itt a lakosság elvárás az, hogy minden kutya és kutyás mellett legyen egy, legalább egy, de ha lehet kettő közterületfelügyelő. Nyilván ennek nem tudunk így megfelelni, de azért az intézkedések száma az duplájára nőtt, mondjuk 2022-höz képest itt is. Illegális szemétlerakás szintén egy olyan jelenség, ami folyamatos, és folyamatosan küzdünk ellene.
a mobilkamerát helyezünk ki, itt is különböző eszközökkel, mind a felderítés tettenélés és mind a megelőzés prevenció tekintetében fontos feladat. Ingatlanok előtti tisztántartási kötelezettség, ami szintén egy állandó kihívás és feladatot jelent, ebben talán az edukáció és most már azért a szankció is jelen van, és itt is azért az életvitelszerűen közterületen tartózkodóknak a jelenségére hívnám fel a figyelmet, bár ugye ez rendőrségi hatáskör, megbeszéltük, azért a megelőzés tekintetében a közterület felület is nagyon, nagyon sok posztos órával, akár Jászai téren, akár a Hollánernő utcában, vagy a Lehel téren, azért az ő jelenlétük akkor is távol tudja tartani ezeket a személyeket, hogyha intézkedési jogkörük az kevésbé van. A kommunikációt emelném még ki, ebben is egy folyamatos előrelépés van, azt gondolom, és fontosnak tartjuk azt, hogy azt mutassuk, hogy a közterület felügyelet az a lakókér van, tehát nem egy olyan szervezetről beszélünk, aki azért van, hogy bírságoljon mindenkit, hanem azért, hogy a rendet fenntartsa, és ez egy lakossági igény és egy lakossági szolgáltatás, hogy rend legyen a kerületben. És talán még egy utolsó dolog, a környezettudatosság azért itt is megjelenik az önkormányzati gondolkodásban, most már csak elektromos autókkal működik a közterület felügyelet, ezzel csak a tavaly évben 13 millió forint üzemanyag megtakarítást értünk el. Köszönöm szépen. Kérdés van-e az előterjesztő? Nincs. Észrevétel, ki kíván hozzászólni? Igen. Azt mondja, Kronstein Istvánnak adom meg a szót. Köszönöm, polgármester úr, tisztelt képviselőtestület. Ezt a nagyon színvonalas anyagot olvasva megállapíthatjuk, hogy a közterületfelügyelet olyan évet zárt, melyben a feladatellátás külső körülményei tovább nehezedtek. Szakemberek már korábban emlékeztettek arra az összefüggésre, amely az életkörülmények nehezedése, az életszínvonal romlása és a jogellenes magatartások számának növekedése között fennáll. Ez valamennyi rendvédelmi és rendészeti szerv munkáját a lakosság figyelmének középpontjába helyezi, így a közterületfelügyeletét is. Ezért elmondhatjuk, hogy a 2023 évben a felügyelettel szembeni lakossági elvárások nőttek, a kritikai attitűd erősödött. Azonban nem könnyű a feladatokat úgy ellátni, hogy közben a kormányzat hatáskörök elvonásával mesterséges nehézségeket is gördít a megoldásuk elé. Nem nehéz ebben felismerni a már 2010 óta tapasztalható központosítási törekvést, mely a hegyi ügyekben történő intézkedési jogok folyamatos szűkítésével az önkormányzatiság eljelentéktelenítésére irányul. A külső körmények romlására úgy az önkormányzat, mint a felügyelet vezetése igyekezett megfelelő válaszokat adni. Az önkormányzat további anyagi áldozatokat vállalt a technikai eszközök, a számítógépes rendszerek, a járműpark korszerűsítése, illetve cseréje érdekében. A reáliák körében ismét elmondhatjuk, hogy jó néhány téren, így a kamerarendszer vagy az elektromos járművek területén elsők, ha mint a térfigyelő kamerával ellátott jármű esetében éppen nem úttörők vagyunk. Meg kell említeni a személyi állomány juttatásait is, mely az országosan megfigyelhető lépszámhiányt a mi kerületünkben előbb minimális csökkentette, majd ez év januárjára megszüntette. Mindez azonban nem lett volna elég, ha a felügyelet évek óta erősödő szakmai irányítása nem reagált volna innovatív szellemben a növekvő és változó kihívásokra. A különböző társszervekkel való együttműködésen túlmenően a felügyelet fokozott figyelmet fordított a polgárok a civil szféra által megfogalmazott igények felmérésére és kielégítésére. Csak két konkrét példát említenék. A közösségi költségvetés nyertes javaslatai között szereplő térfigyelő kameratelepítések során magam is részt vettem olyan helyszíni lakossági egyeztetésen, ahol a javaslattevők a felügyelet vezetőjével közösen a lakók kéréseit és a technikai lehetőségeket összevetve jelölték ki a kamera pontos helyét. A civil kerekasztal elnökeként pedig a kerületi polgárőr egyesületek jól bejáratott kooperációjának figyelemmel kísérése mellett nemrégében alkalmam volt tolmácsolni a felügyelet egyes civil szervezetekhez intézett kérését az ebrendészeti szempontból fertőzöttebbnek ítélt területek jelzésére. A közvetlen lakosság és civil kapcsolatok tudatos elmélyítése a felügyelet partneri szerepét erősíti meg. Úgy gondolom, hogy a felügyelet tavaly évben végzett munkája elismerése és köszönetünkre méltó, ezért javaslom a beszámoló elfogadását. Köszönöm szépen. Kugyala Attilának adom meg a szó. Köszönöm a szót, csak egy mondatot szeretnék mondani. Az anyagban célként van megfogalmazva egy komplex tevékenység irányítási rendszer kialakítása. Térfigyelő központ bizonyos elemeinek ügyeleti és információs csoportba való integrálása. Ez egy nagyon fontos feladat, és a bizottság ülésen Szabó igazgató úr tájékoztatása szerint ennek egy része már megvalósult, ami
igen nagy javulást okozhat a gyakorlati munkába. Köszönöm. További hozzászólás van-e? Nincs a vitát, lezártam. Kíván-e reflektálni? Tessék, parancsolni. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Ugye a képviselő úr felvetésére, igen, már tesztüzemben működik ez a rendszer, és előzetesen már vannak pozitív eredményeink. Remélhetőleg a jövő évi köztölt főügyelői beszámolóban pozitívumokról tudok majd beszámolni ezzel kapcsolatosan. Szeretném megragadni az alkalmat és megköszönni az önkormányzat vezetésének, képviselőtestületnek a segítő támogató munkáját, és előző felszólalásokban már elhangzott, hogy mennyire fontos a rendészeti összefogása, a közönt közbiztonság az egy kollektív termék, és itt a kerületben kimagasló az együttműködés a társszervezetekkel. Én magam is szeretném megköszönni a rendőrségnek, katasztrófavédelemnek és a polgárőr szervezeteknek a segítő támogató együttműködését. Köszönöm szépen. Igen. Alpolgármester? Nincs. Nekem annyit, hogy a mesterséges intelligenciát alkalmazzuk, használjuk már ugye a területen. Másik, hogy az első napi rendnél való hozzászólásom az ide is vonatkozik természetszerűleg, hogy mit tapasztalunk, és a közbiztonságot mi befolyásolja. Kérem a szakszerű, a hatékony, a humánus, de szigorú intézkedéseket továbbra is. A határozathozatalra kerül sor, kérem, egyszerű többséggel döntsünk. Képviselőtestület 20 egyhangúan úgy dönt, hogy elfogadja a 13. kerületi köztelet felügyeletet 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolót. További alkotó együttműködést kívánok. Napirendet lezártam. Tárgyaljuk 13. napirendünket, beszámoló a mentálhigiénés és drogstratégia végrehajtásáról. Van-e szóbeli kiegészítés? Hallgatjuk. Köszönöm a szót, polgármester, hiszen képviselőtestület az előterjesztés a 20-24-es évek munkáját mutatja be számunkra. Mit tettünk a drogstratégia végrehajtásának érdekében? Ezt mutatjuk be 30 oldalon keresztül és a mellékletekkel. Leszögezhető, hogy a 13-et elkötelezett a tekintetben, hogy a kábítószer használat megelőzése hatékony legyen. Minden tőlünk telhetőt megteszünk a veszélyeztetett lakosság megsegítése érdekében. Ennek bizonyítéka, hogy már a KEF, a kábítószerjelző fórum megalakulás előtt működött nálunk, kábítószerügyi kerekasztal ezt követte, 2003-ban a KEF megalakulása. Azóta is töretlenül dolgozunk azon, dolgoznak azon kollégáink és a csatlakozó 37 tagszervezet, hogy minden igyekezetükkel segítsék annak elkerülését, hogy valaki a kábítószer rabja legyen. Legfontosabb feladata az önkormányzat intézményének a prevenciós központ vezetésével, hogy összehangolja a drogproblémák kérdéskörét, amiben szerepet játszik a négy alappillér, a közösségi együttműködés, az oktatás nevelési intézmények között, a megelőzés prevenciós központ koordinálásával, a gyógyítás és rehabilitáció egészségügyi szerepvállalásával, valamint a kínálatcsökkentést rendvédelmi feladatkörrel. Az önkormányzat intézményei, köznevelési intézmények, rendőrség, egészségügy, a civil szervezetek és a különféle területen dolgozó, de ezen a területen járt a szakemberek munkája mindezt a törekvést erősítik. A szakemberek azon dolgoznak, hogy segítség olyan legyen, amely megelőzi a lesüllyedést, a kábítószerhez nyúlást. Szolgálati közleményként tájékoztatom önöket, hogy ma délelőtt zajlott a KEF 8. nyílt napja, amely nagy érdeklődés mellett zajlott, és biztos vagyok benne, hogy az ismeretterjesztés, amelyet ott kaptak a kollégák, hasznos lesznek a későbbiekre nézve. Köszönöm szépen. Szóval kérdés van-e? Nincs. Észrevétel, ki kíván hozzászólni? Vagy Viktoriának adom meg a szót. Köszönöm a szót, polgármester úr. Olvasva a beszámolót, azt kell mondjam, hogy önkormányzatunk ebben a fontos témakörben is a már megszokott alapossággal és magas színvonalon látta el feladatát. Szükséges is vele foglalkoznunk, mert a káros szenvedélyek hatását mindenki érzi, akár közvetlenül, akár közvetve. Önkormányzatunknak elsődleges szerepe a prevenció területén van, célunk, hogy hatékonyan vegyünk részt a kábítószer használat megelőzésében. Büszkék lehetünk a kerületben működő kábítószerügyi egyeztető fórumra, ami az országban az elsők között alakult meg. A fórum küldetésének megfelelően bizonyította, hogy olyan együttműködési rendszerré vált, amely a legális és illegális drogokkal összefüggő problémák, valamint a szakszerű mentálhigiénés szemléletű kezelésnek meghatározó szereplője.
összetudja hangolni a mentálhigiénével, drogprevencióval foglalkozó, illetve a szenvedély problémákat kezelő szervezetek, intézmények munkáját. Itt szeretném kiemelni a prevenciós központot, ami nem csak a KEF operatív szakmai irányítását végzi, hanem olyan innovatív programokat szervez és működtet, mint a tudattörő szabadulószoba, ami nemzetközi szinten is egyedülálló kezdeményezés, de említhetném a Previ Studio Gardent is akár, ami a fiatalok számára biztosítja a minőségi szabadidő eltöltésének lehetőségét. A stratégia hatékony és színvonalas végrehajtásához a civil szervezetek, a kerületi rendőrkapitányság, a polgárőrség, a közterületfelügyelet, a szociális segítők és családsegítők, a tanárok munkája nélkülözhetetlen volt. Köszönöm ezt a példaértékű együttműködést. Azt viszont felháborítónak tartom, hogy a Nemzeti Drogellenes Stratégia 2020-ban lejárt, és új stratégia elfogadására az országos helyzet friss felméréseken alapuló, aktuálisnak tekinthető elemzésére a mai napig nem került sor. A Nemzeti Drogpolitika és Stratégia kidolgozása kormányzati feladat lenne. Köszönöm. További hozzászólás van-e? Nincs, vitát lezártam, kívánna reflektálni. A határozathozatalra kerül sor, egyszerű többséggel kell döntenünk, kérem döntsünk. Képviselőtestület 20 egyhangúan úgy dönt, hogy elfogadja a kerületi önkormányzat mentálhigiénés és drogstratégia végrehajtásáról szóló beszámolót. Napirendet lezártam. Tárgyaljuk 14. napirendünket. Tájékoztató, BKM Budapest Közművek Nonprofit ZRT FKF köztisztasági divíziója, 13. kerületi köztisztasági állapota javítása érdekében készített műszaki szervezési humán erőforrást fejlesztő intézkedési tervének végrehajtásáról. Előterjesztő Puckner alpolgármester úr, és nem először, de köszöntöm Varga Csabát, a Nonprofit ZRT FKF köztisztasági divízió főigazgatóját. Van-e szóbeli kiegészítés, kérdezem? Van, hallgatjuk Puckner alpolgármester úrnak. Köszönöm a szót, polgármester úr. Év mint év ide kerül elénk ez a napirend, azért, mert egyrészt a köztisztaság az egy fontos dolog, ez a lakosság részéről nagy érdeklődésre számot tartó kérdés, ez szerintem mindig így volt és mindig így lesz, és ezért is tárgyaljuk, és ezért is kértük meg annak idején még az FKF-et és a fővárost, hogy minden évben tudjunk elszámolni a lakók felé, hogy mi az, amit ők elvégeznek köztisztaság területén, és mi pedig elszámolunk azzal, amit mi hozzáteszünk ehhez önként vállalt feladatként a köztisztaság területén. Általánosságban azt tudom elmondani, hogy jó az együttműködés az FKF divízióval, gyorsan reagálnak, rugalmasak még hétvégén is. Tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy ez is egy hagyomány, hogy jó az együttműködés, ezt köszönjük szépen. Az is egy eredmény már, hogy itt lehet ez a beszámoló. Ugye a konkrét eredménye tavaly több mint 10%-kal tudta emelni az FKF, főként a mi kérésünkre az utcai hulladékgyűjtők egyének számát, ez plusz 85 darab utcai hulladékgyűjtő, erre is mindig van nagy lakossági igény, ebben azért racionalizálni is kell, de örülünk, hogy sok esetben az általunk közvetített lakossági kérés alapján valósultak meg ezek a kihelyezések. Ugye a lomtalanítás nem régen volt, aztán még érdemes megemlíteni, milyen szempontból VKM-hez kapcsolódó munka ez is. Ez mindig egy nagy lakossági felfordulással jár, vagy egy általános felfordulással jár, de itt mindig az a kérdés, hogy mi lesz utána egy-két nappal, és azt látjuk, hogy azért ebben a tekintetben ez jó színvonalon tud megvalósulni, hogy eltakarítják a lomokat. Ebben is azért az együttműködés volt, hogyha volt, ahogy jeleztük, hogy még plusz munkára van szükség, azt az FKF divízió elvégezte. Azt is látjuk, hogy a forrás az kevés, itt is, ha már az egészségügyről volt szó, akkor itt is el lehet mondani, hogy forrás az kevés. Nyilván ez az önkormányzatoktól történő elvonás, ami a fővárost még különösen hatványozottan sújtja, ez az FKF-nél is nyilván lecsapódik forrás hiányban. A lakossági elvárások meg magasak, tehát ilyen szempontból még biztos, hogy nem lehet mindenhol megfelelni a lakossági elvárásoknak, de azért ebben még biztos, hogy lehet fejlődni. Amit a kerület hozzátesz, még azt elemeztük az anyagban, és azért néhány dolgot kiemelnék, mert ez szerintem fontos önként vállalt feladatként. Ugye tavaly évben 1500 köbméter illegális szemetet szállítottunk el a kerület közterületeiről, ez brutális mennyiség, 52 millió forintunkba került ez.
biztos lett volna az jobb helye is ennek a pénznek, de hát ez is egy folyamatos tevékenység, ahogy azt a előző napirendnél is megbeszéltük, az a közterület felügyeletnél. Ebből gyűjtő edények üzemeltetés, ez is egy önként vállalt feladat, erre 73 millió forintot költöttünk tavaly, most már közel 500 ebérülők gyűjtő edényünk van, ez is magasan a legtöbb a városban. Hogy az FKF logós zsákoknak a beszerzése kiosztása itt a zöld hulladék kapcsán, az is 10 millió forintos tétel a költségvetésünkben, de azt gondolom, hogy ez is egy fontos lakosság felé irányuló szolgáltatásunk. Hogy a parkgondnoki hálózat üzemeltetése, ez 48 millió forintba került, parkjaink, játszóterünk gondozott állapota, az is egy nagyon fontos kérdés, vagy a járattakarítógépek üzemeltetése, ez is egy önként vállalt feladat, és 8 millió forintba került tavaly. Köztisztasági takarítás, lomgyűjtés, ez így egy feladatként jelenik meg, 108 millió forint a költségvetésünkben, vagy a köztéri szemetesek, ugye mi is ürítünk a saját tulajdonú területeken köztéri szemeteseket, meg a parki takarítás, ez 166 millió forint, tehát ez egy több mint 500 millió forintos tétel így összeadva, tehát ez egy nagyon nagy tétel, amit mi önként vállalt feladatként a köztisztaság területén végzünk, úgyhogy kérem a napirend támogatását, elfogadását. Köszönöm. Kérdés van-e? Nincs. Észrevétel. Ki kíván hozzászólni? Kezdte így Dorottyának, adom meg a szót. Köszönöm szépen, polgármester úr. Szeretném megköszönni az FKF-nek azt a partneri viszonyt, amit próbált az elmúlt időszakban kiépíteni. Egyrésztről a civil kezdeményezések hatatos támogatása, ami szerintem alapvetően szolgálja azt, hogy próbáljunk szemléletet formálni abban, hogy nem az önkormányzat az, aki a szemetet kiteszi, hanem azok, akik eldobálják. Ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogy legtöbbet akkor tudnánk tenni közösen, hogyha ez a szemét nem kerülne az emberek kezéből a földre. Ebben néha tanácstalan vagyok, hogy hogyan lehet ezt a szemléletet erősíteni, mert úgy érzékelem, hogy azért itt mindannyiunknak van tennivalója. De hogyha van esetleg a BKM-FKF-nek olyan javaslata, hogy hogyan lehet ezt erősíteni, azt megköszönném. Szeretném azt is megköszönni, hogy a gyorsételmi láncok és a kereskedelmi hálózatokból kikerülő utcai hulladék tekintetében tettek előrelépést. Itt ugye a 13. kerületben a Jászai Mari tér az egy elég erősen érintett környezet, ahol ugye a gyorsételmi láncoknak a hulladék az megjelenik, és szerte széllyel kerül a kerület minden területére, illetve a Margit-szigetre is, hogy ebben együttműködnek az éttermi láncok szövetségével is, és hát szeretném megköszönni azokat az összehangolt takarítási akciókat, amiben elindultak, és hogyha jól tudom, akkor a tavaszi időszakban is lesz ilyen összehangolt takarítás, ami volt a késő ősszel a körút környékén. Szóval köszönöm szépen. További hozzászólás. Rajicsis Lászlónak adom meg a szó. Köszönöm szépen a szót. Mindenekelőtt elmondanám, hogy a képviselői tapasztalataink alapján a lakosság számára közterületeink állapota, tisztasága, életminőségük egyik legfontosabb összetevője. Önkormányzatunk ennek ismeretében végzi azt a sokrétű munkát, amit a beszámoló tartalmaz. Megkaptuk a Főváros Köztisztasági Divíziójának tájékoztatását a kerületünkben végzett munkájukról. Önmagában az a tény, hogy elkészítették beszámolójukat, a főváros és a kerület együttműködését jelzi. Az együttműködés és a ráfordított erőforrások nagysága a köztisztaság fokozatos javulását eredményezik. Egyik kimondottan sikeres tevékenységük az évente megvalósított lomtalanítási akció, amellett, hogy a lakóktól ingyenesen elszállítják az egyre növekvő mennyiségű lomot, a lomtalanítást követően a közterületet teljesen kitakarítják. A kerületünkben évről évre növekvő számú hulladékgyűjtő edényt üzemeltetnek. Nagy az igény arra, hogy ezek számát akár kétszeresére, és esetleg a méretét is növeljük, annak ellenére, hogy már közel 1000 darab van belőlük. Nagyon fontosnak találom az edények megfelelő gyakoriságú ürítését, mert az nagyban elősegíti a járókelők környezettudatosságának kialakulását, a túlcsordult szemetesek pedig
ennek ellentétére ösztönöznek. Példának említetném, hogy a kerületünk 451 ebürülők gyűjtőt üzemeltet, és megfelelő gyakorisággal ürít, tisztít. Főleg ennek következtében a látványos javulást értünk el a kutyapiszok vonatkozásában. Maguk a gazdik azok, akik a renitens társaikra hatást gyakorolnak. Sok kritikát kapunk az úttesteken parkoló autók között felhalmozódott hulladék miatt. A főváros és a kerület közös akcióinak keretében és a kerület önálló munkavégzésével rendszeressé váltak a kerület egészében a faltól falig takarítások. Ezek jelentősen javítják a köztisztaságot. Kerületünk zöld területein és járdaszakaszain mintegy 1,5 millió négyzetméteren végzi a takarítási és síkosságmentesítési feladatait. Úgy találom, hogy a korszerűsödő eszközpark és a növekvő ráfordítás itt is eredményes. Mostanában kevésbé találkozhatunk olyan esettel, hogy közterületes a társasházat a járdatakarításra ösztönzi, néhány méterrel odébb pedig a park melletti járda koszos, havas. Itt jegyzem meg, hogy arra panaszkodnak az emberek, hogy nem csak az államosított iskolákat, de körülöttük a járdákat is elhanyagolja a fenntartó. Köszönöm a főváros tájékoztatóját, a javuló köztisztaságot, amelyhez önként vállalt feladatként kerületünk közel 500 milliárdos ráfordítással járul hozzá. Köszönöm. További hozzászólás? Nincs. Vitát lezártam. Én annyit mondanék hozzá, hogy amit a alpolgármester is mondott, hogy a reagáló képesség és hatékonyabb együttműködés az érezhető, tehát visszaigazolandó, és köszönjük szépen, és természetesen önzőek vagyunk ebben a dologban, de hát van másik 22 kerület is, és a főváros is, bár mentesítésként hadd mondjam, hogy egyik szószólója voltam, ha jól tudom, a források növekedtek azért valamelyest milliárdos nagyságrenddel, ha jól emlékszem, a ez évi költségvetésben, hisz a célunk az közös, és hát én visszaigazolnám itt is ugyanazt, mint az első napi rendnél, az akciózások azok jók. Tehát a faltól falig, a Lehel Dózsa Árpád hídnál az összehangolt rendcsinálás, és ennek része a köztisztasági dolog. A lomtalanítást is említem, most volt egyharmaddal több lomot szállítottak el egyébként. Jelzem azt, hogy a veszélyes hulladékgyűjtést mi ugyanebben az időszakban, legalábbis a mostanit, most bonyolítottuk le, és hát küzdünk avval, amit a képviselő asszony mondott, hogy a kritika és az önkritika itt nincs harmóniába. Evel folyamatosan küzdünk mi is, és hát a lakóknak az elvárása természetesen nagyobb. És hát ami elhangzott itt az utolsó hozzászólásban, hogy hát közel 500 millió forintot fordít a kerületi önkormányzat is arra, hogy a lakók igényeit kielégítsük, hisz először nálunk kopogtatnak. Úgyhogy további alkotó együttműködést kívánok, kívánni reflektálni. Határozathozatalra kerül sor, kívánni reflektálni főigazgató. Nincs, akkor határozathozatalra kerül sor, egyszerű többséggel kell döntenünk, két határozati javaslat van, kére valaki külön szavazást. Akkor egyben kérem, döntsünk. Képviselőtestület 21 egyhangon úgy dönt, hogy tudomásul veszi Budapesti Közművek Nonprofit ZRT FKF köztisztasági divízió 13. kerületi köztisztaságnak érdekében 2023. évvégzett munkájáról szóló tájékoztatót, és felkéri az állapot javítása érdekében 24. évben végzett tevékenységet készítsen majd tájékoztatót. További alkotó együttműködést kívánok, és köszönöm szépen. Jó munkát kívánok. Napi rendet lezártam. Tárgyaljuk 15. napi rendünket, tájékoztató, helyi szociális intézményhálózat és gyermekvédelmi rendszer 23. évi működéséről terjesztő alpolgármester asszony, hallgatjuk a szóbeli kiegészítést. Köszönöm a szót, polgármester úr, képviselőtestület. A gyermekvédelmi rendszer működéséről év mint év törvényi kötelezettségünknek is megfelelően beszámolunk önöknek, amelyet minden év május 30-án megküldenünk.
A beszámolóban számot adunk a kerületi intézményrendszer közös jellemzőiről, valamint a szociális rendszer működtetéséről. Tesszük ezt azért, mert ezek a feladatok összefüggenek, egymásra építkezésből lehet csak jó eredményt kihozni. A beszámolót minden évben a gyermekvédelmi konferencia előzi meg, amelynek eszenciája az előterjesztésben olvasható. Körülbelül 100 fő volt jelen a konferencián, ahol előadásokat hallgattattunk meg a különböző területek munkájáról, különös tekintettel a jelzőrendszer működéséről, működtetéséről. A konferencián a különös aktualitást adta a kegyelmi döntés, amely miatt egy ország háborodott fel azon, hogy miért, hogyan történhetett meg az inkriminált döntés, amire még napjainkban is a kérdőjelek maradtak meg. Miért nem vették észre, hogy mi történt ott a mindennapokban? Tehát a jelzőrendszer hiányára hívta fel a figyelmet. Ez a feladat, a jelzőrendszer működtetése év mint év gurcső alá kerül itt nálunk, és jól vizsgázott. A tartalmas informatív előterjesztésből kiolvasható, hogy komolyan veszik a kollégáink a feladatukat. Az előterjesztés 62 oldalán olvasható ez, hogy mi történt a 2023-as évben. Köszönöm. Kérdés van-e? Nincs észrevétel, megnyitom a vitát, ki kíván hozzászólni. Igen, Kantorné Csata Zsuzsannának adom meg a szót. Köszönöm a szót, polgármester úr. Napjainkban országosan nagy nyilvánosságot kapott a gyermekvédelem ügye, azonban én mégis onnan közelíteném meg a dolgot, hogy nálunk nem most, és nem emiatt, hanem évtizedek óta fontos és kiemelt területe az önkormányzati munkának a gyermekvédelem. A gyermek az első, és mindent meg kell tennünk, hogy segítsük és védjük az itt élő gyermekeket. Gyermekvédelmi rendszerünk komplex és innovatív, a kulcs pedig, ahogy már elhangzott, a jelzőrendszer, amely, ha jól működik, és a beszámolóból kiderült, hogy kerületünkben jól működik, mint egy védőháló tudja körbeverni a gyermekeket és a családokat, és hatékony, mi hamarabbi segítséget nyújtani. Az elmúlt évek egymást követő válságai a családokra, a gyerekekre is hatással voltak, így a gyermekvédelmi és szociális rendszerünket ki kellett bővítenünk, és az újonnan felmerülő igényekhez igazítanunk. Új eljárásokat, innovatív módszereket, kreativitást, a munkatársaktól és a szakemberektől pedig rendkívüli erőfeszítéseket követelt az elmúlt időszak azért, hogy az eddig elért eredményeket megőrizhessük és fejlődhessünk is. Ez a rugalmasság szintén fontos pillére a jól működő gyermekvédelmi rendszernek, a szociális intézményhálózatnak és annak, hogy valóságosan tudjunk segíteni a folyamatosan új kihívásokkal szembesülő rászoruló családokat, gyermekeket. Az igényelhető pénzbeli támogatások, a komplex és jól működő intézményrendszerünk, a gyermekvédelmi munkába bevont civil szervezetek együttesen biztosítják a rendszer működését. A teljesség igénye nélkül önkormányzatunk többek között életkezdési, beiskolázási és gyermekvédelmi támogatást biztosít. Hozzájárulunk a védőoltásokhoz, pályázat útján és Bursa Hungarika ösztöndíj programmal támogatjuk a tehetséggondozást. De szervezünk kedvezményes és ingyenes nyári táborokat, nyáron ingyenes étkezést biztosítunk az arra rászoruló gyerekeknek, segítjük a bajba jutott, bántalmazott családokat és gyermekeket a HÍT családsegítőközponton keresztül. Az utcai szociális munkások együttműködve a 13. kerületi polgárőrséggel és a BRF segítik és védik a közterületeken csellengő fiatalokat. Ingyenes pszichológiai és jogi tanácsadást biztosítunk, középiskolások számára nyelvvizsga és B-kategóriás jogosítvány megszerzését támogatjuk, és még hosszan lehetne sorolni az intézkedéseket. Széleskörű intézményhálózatunk kötelező és önként vállalt feladatainkat is maximálisan és magas színvonalon látja el. A Szociális Szolgáltatóközpont, a Prevenciós Központ, az Idősek Klub hálózata, a Frim Jakab Napközi Otthon, a Gondozóház, a Nappali Melegedő, a HÍT Családsegítő, a Previ Tanoda, a Bölcsödei és Családi Bölcsödei Hálózat és az Egyesített Óvoda együttesen rendkívül magas színvonalú szociális és gyermekvédelmi ellátást biztosítanak a kerületi gyermekeknek és az itt élőknek. Hálásan köszönöm minden ezen a területen dolgozó szakember munkáját, és elfogadásra javaslom a beszámolót. További hozzászólás? Nincs, a vitát lezártam, kívánom reflektálni. Nem, határozatozatra kerül sor. Egyszerű többséggel kell döntenünk, 3 határozati javaslat van. Kére valaki külön szavazást? Akkor egyben kérem, döntsünk. Képviselőtestület? 21 egyhangon úgy dönt, tudomásul veszi a helyi szociális intézményhálózat működéséről szóló tájékoztatót, tudomásul veszi a helyi gyermekvédelmi rendszer működéséről szóló tájékoztatót, és elfogadja a mellékletben foglalt helyi gyermekvédelmi rendszer 2024. évi feladatait. Napirendet lezártam. Tárgyaljuk 16.
hatodik napirendünket, tájékoztatta a 2023. évi iskolaudvar pályázat fejlesztése megvalósításáról. Van egy szóbeli, Pukner alpolgármester úr szóbeli kiegészítését hallgatjuk. Köszönöm a szót, polgármester úr. Egy nagyon fontos pályázat, vagy egy napirend előtt vagyunk, hiszen azt gondolom, hogy a hozzáállást érdemes kiemelni, az önkormányzat hozzáállását, hiszen megint mások helyett állunk helyt. Ugye itt állami fenntartású iskolák udvarait újítottuk fel a tavalyi évben, de talán most már érdemes visszatekinteni 2020-ig is, hiszen 2020-ban hoztuk létre az iskolaudvar pályázatot, mert az állam ugyan átvette az iskolákat, de nem költött rájuk, ezért a szülői igények folyamatosan jöttek, hogy az udvart az önkormányzat újítsa fel, ezért alakítottuk, intézményesítettük tettük az iskolaudvar pályázatot 2020-ban, akkor még 26 millió forintot költöttünk rá, 2021-ben 40, 22-ben is 40 millió forintot, tavaly pedig úgy döntöttünk, hogy minden érvényes beérkező pályázatot támogatunk, így összesen 195 millió forintot osztottunk ki, 8 iskola kapott támogatást. Ha 2020-tól számoljuk, akkor ez közel 300 millió forint az, amit az iskolákra így költöttünk az állam helyett. Azt gondolom, hogy ezt azért érdemes leszögezni. Az udvar ez egy fontos közösségi hely az iskolákban, ezért is gondoljuk azt, hogy jó, hogyha ezeket meg tudjuk újítani, és azért kerületi gyerekekről van szó nagy részt, tehát fontos kérdésnek tartjuk ezt, hogy így tudjuk segíteni az iskolákat. Az iskoláknak látszik is a beérkezett igények alapján, a pályázat egyre népszerűbb. Az iskolákban nagy igény van arra, hogy felújítsák az udvarokat. Egyébként egyre több helyen ugye az épületeket is már jó lenne felújítani. Tavaly évben a három darab sportpálya újult meg Hunyadi iskolában, a Németh Lászlóban és a Hegedűs Géza iskolában, ezek voltak talán a legnagyobb felújítások, a Vizafogó iskolában egy nagyobb udvar felújítás volt, a Csata iskolában is egy viszonylag nagyobb felújítás volt az udvarban, és az Ötvös Józsefben és a Tomoriban egy kisebb felújítást is sikerült finanszírozni és támogatni. Javaslom, hogy támogassák a képviselőtársaim. Köszönöm szépen. Kérdés van-e? Nincs hozzászólás, van-e? Van. Igen, Szabó Tamásnak adom meg a szót. Köszönöm a szót, polgármester úr, tisztelt képviselőtestület. Pár napirenddel előtt beszéltünk az államosításról, az egészségügyi rendszerünk állami annektálási szándékáról. Hát itt az élő példa előttünk az oktatás ügye, hiszen mi mindig is azt mondtuk, hogy az oktatás az helyi közügy kellene, hogy legyen. Sajnos az állam nem így gondolta, és 10 éve államosította az iskolákat. Amit nem kritizálnánk mi állandóan, ha jobb lenne az új rendszerben bárkinek is. De senkinek nem jobb, sem a tanárnak, sem a diáknak, sem a szülőknek, talán csak egy-két haszonélvező állami kinevezetnek. De nem jó az intézményeknek, az épületeknek sem, és az udvaroknak sem. Utóbbiaknak egy kicsit jobb, sőt, sokkal jobb. Hiszen a 13. kerületi önkormányzat tavalyi esztendőben közel 200 millió forinttal, mindösszesen, ahogy alpolgármester úr is mondta, 300 millió forinttal támogatta az iskolai alapítványokat az udvar felújítási elképzeléseiben és gyakorlati megvalósításában is. Már a tervezésnél segítettünk szakemberekkel, ezért nem csak a pedagógiai, hanem tájépítészeti, funkcióbeli elképzelések szerint magas színvonalú játszó sportterületek jöttek létre az intézmények udvarán. Különösen örülök annak, hogy választókerületemben a Berzsenyi Gimnázium udvarán jelentős fejlesztések valósultak meg, és a Vizafogó Általános Iskola udvara pedig teljes körűen megújult. Örüljünk együtt neki, és reménykedjünk abban, hogy egyszer változik majd az állami fölfogás is, és legalább 10 stadionépítésre jut majd egy iskola felújítás is. Kérem az előterjesztés támogatását. Köszönöm. További hozzászólás van-e? Nincs, a vitát lezártam. Annyit jegyezzék meg, hogy mikor átadtuk az iskolákat, akkor 2 teljes iskola és az összes iskola udvar felújítási tervét átadtuk. Nincs, a vitát lezártam, kívánom reflektálni. Alpolgármester úr, nem határozathozatalra kerül sor, egyszerű többséggel kell döntenünk, kérem döntsünk. Képviselőtestület 21 egyhangon tudomásul veszi a 2023. évi iskolaudvar pályázat fejlesztésének megvalósulásáról szóló tájékoztatót. Napirendet lezártunk, tárgyaljuk 17. napirendünket. Beszámolók, lejárt határidejű és átruházott feladatot és hatáskörbe hozott döntésről. Kérdés van-e? Észrevétel van-e? Egyszerű többséggel kell döntenünk, határozathozatalra kerül sor, kér-e valaki külön szavazást? Akkor egyben kérem döntsünk. Képviselőtestület
21 egyhangon úgy dönt, hogy elfogadja a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót, és elfogadja a polgármester beszámolóját átruházott feladat és hatáskörben hozott döntésről. Napirendet lezártam. Közérdekű kérdés, bejelentés van-e? Nincs. Zárt üléssel folytatjuk munkánkat. Május 2-án lesz a következő testületi ülésünk. Köszönöm szépen.